Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntök mindenkit a soron következő képviselő testületi ülésünkön. Külön köszöntöm a PIFÖ megjelent képviselőit, intézményeink vezetőit, Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét és minden képviselőtársamat, alpolgármester urat, jegyző urat. A kiküldött napi rendi ponttal kapcsolatban semmilyen visszajelzés nem érkezett. Én úgy gondolom, hogy akkor ez alapján mennénk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. Andrics Alisz képviselő azt mondja, hogy kicsit később csatlakozik hozzánk. És többen jeleztétek, hogy az egyebekbe szeretnétek elmondani egy-két dolgot. Erre természetesen van lehetőség. Első napirendű pontunk a Pécsváradi Művelődési Központ Könyvtár és Múzeum Nonprofit Kft. 2022 évi beszámolója és munkaterve. Ezzel kapcsolatban egy elég terjedelmes anyagot kaptunk az ügyvezető úrtól és a Nonprofit Kft.-től. Előtte egyeztettünk ügyvezető úrral, hogy szóbeli kiegészítést nem kíván ehhez hozzáfűzni, viszont bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszol. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy valakinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban, parancsoljon. Nekem lenne, hogy ugye olvastuk benne, hogy három településen van közművelődési szerződés, feladatellátási szerződésetek, hogy ez mennyi feladattal jár részetekről, hogy az, amit ők átadnak, az megérje így pénz-idő arányában. Szia! Gyakorlatilag adminisztratív feladatokban segítünk nekik a ilyen kötelező jelentéseik elkészítésében, és hát röviden válaszol meg. Tehát a befektetett munka, illetve az a támogatás, amit így kapunk tőlük. Tehát ez egy ilyen win-win helyzet. Tehát ezt tudni kell, hogy járás központnak a lehetősége a járáson belüli településekkel közműveledési megállapodást kötni. Ezzel ők ki tudják váltani azt, hogy egy fixen egy közműveledési szakembert törvény szerint kötelezően foglalkoztassanak. Én azt gondolom, hogy ez mind a három településnek is hagy bent a büdzséjében pénzt, és tehát ez nekünk is egy kedvező feltétele a megkötött megállapodás. Az lenne a jó, hogyha még lenne több ilyen. Mennyire fordulnak hozzátok segítségért? Hát most ezeknek a településeknek van éves szinten egy-két rendezvényük. Ezeknek a rendezvényeknek a megszervezését mi vállaljuk, és mi ezeket bemonyolítjuk, palunapokat, illetve hogyha van valamilyen kis nőnapi vagy karácsonyi műsor, akkor nyilván segítők, visszük a technikát, tehát ez benne van ebben a megállapodásban, de tehát most ez külön egy teljes embert tőlünk nem kíván egyelőre. Nyilván, hogyha nem lenne még, és erre egyébként van esély, mert amikor ugye 2020 végén, amikor megalakult a Kft., akkor kezdtük felvenni a kapcsolatot a valamennyi járásbeli településsel, de akkor pont az év végén kellett ezeket a beiskolázásokat megtennie mindenkinek. Most azt pontosan nem tudom, hogy hány éve kötelező foglalkoztatás, de talán kettő vagy három évre. Van, ahol gondolom be is vált az ember, és ragaszkodnak is hozzá. De biztos, hogy lesz olyan település, aki csatlakozni szeretne, vagy kíván majd ehhez a rendszerhez a későbbiekben, mert spórol vele. Igen, azért, mert ugye ez az egyik célja volt itt a Nonprofit Kft.-nél, amikor létre lett hozva, hogy a környező településeket ebbe behúzni. Ha jól emlékszem, ilyen 2,4 millió forint nekik az éves közművelődési keretük, az a minimum, valami nagyjából hasonló összeg, abból pedig azért 2 és 3 millió között. Abból azért meg egy főállású embert alkalmazni, és még rendezvényeket is megszervezni, nem lehet. Ugye ez egy kiegészítés, ugye ezt a helyzetet árnyalta, hogy amikor a Kft. Megalakult és kijött ez az új törvény, jogszabály, ugye akkor az NMI meghirdetett egy kvázi bentlakásos, én úgy hívom bentlakásos oktatás, ami azt jelentette, hogy azokat a középfokú végzettségű művelődés szervezőket állományba vették, közben tanították őket, mondjuk így, de az önkormányzatokat nem terhelte. És ugye ennek az volt
a trükkje tulajdonképpen, hogy egy állami pénzből egy évig az NMI, az önkormányzati hármasok, mert ugye három önkormányzatnak kellett egy, ez volt a legjobb lehetőség, egy művelődési szakembert felvennie, hogy ez kvázi nem volt költség. És amikor mi megkerestük, illetve Gergelyék megkeresték, akkor ugye az volt a válasz, hogy hát mi pénzt kérünk érte, ott meg ingyen van, mert az NMI kifizette. Igen ám, de letelt az egy év, ezek az emberek kikerültek abból a szférából, és ugye ő nekik viszont három év kötelező foglalkoztatás van úgy, hogy az a pénz, amit egyébként ezek a szakemberek az NMI-től kaptak, meg amit kötelezően kell fizetni, a garantált bérminimum között viszonylag nagy különbség volt, és tudni kell azt, hogy már akkor elgondolkodtak többen, hogy ez jó döntés volt, vagy nem, és azóta a garantált bérminimumon megint sajtoltak egyet. Tehát jelen pillanatban egy ilyen középfokú vezetőnek az eltartása, ilyen ronda szóval, az 4,5 millió alatt nincs. Na most, hogyha 4,5 milliót összehasonlítjuk ezekkel a 2,4-2,8 körüli normatívákkal, ahol rögtön kijön az, hogy hát bizony magára a rendezvényre, tehát mondjuk egy falunapra már be kell nyúlni a büdzsébe, és emellett ki kell egészíteni a fizetését is ennek a szakembernek. Nyilván a három település áll össze, akkor ez egy kicsit szebb ez a történet, de ha ez így megy, a normatíva megmarad, akkor egy-két éven belül megeszi az egészet. Még azokkal, akikkel a non-profit Kft. Leszerződött, ugye ott egy kölcsönös megállapodás során a legrosszabb esetben is a támogatásnak az 50%-át ott hagytuk náluk. Tehát megoldották a problémát, nincs semmilyen költségük, elvileg ha akarják, nincs semmi adminisztratív feladat, mert azt itt megcsinálják, és a normatíva felét rákölthetik mondjuk a falunapjukra. Tehát én úgy gondolom, a kettő között óriási különbség van. Most természetesen én értem, meg látom ezeket a kiskapukat, ahogy sokan dolgoznak, de előbb vagy utóbb ezek az ellenőrzések, átszellenőrzések utol fogják őket érni, hogy jogszerűen működtetnek egy művelődési központot végzettség nélküli, nemhogy felsőfokú, középfokú végzettség nélküli emberekkel, és amikor rákérdezek, hát ők nem így tudták. Se a jegyző, se a polgármester nem így tudta. Na most nyilván ez nem mentesít senkit, tehát azokat a szabályokat, amit előír ez a jogszabály, azt be kell tartani. És ilyen szempontból mi szerencsések vagyunk, hogy non-profit Kft. Betartja, és emellett én úgy gondolom, mert már voltak érdeklődések, akik kvázi nem léptek ebbe bele, mert az ingyenesség csábító volt, ez az egyéves. Én úgy gondolom, és ezt mondtam Gergőjének is, hogy nyugodtan átgondolva kell ezeket kezelni. Tehát mi annak idején nyújtottunk egy segítő jobbot, nyilván az nekünk is segítség lett volna. Most én úgy gondolom, hogy ezt szépen átgondolva kell megoldani, nem elsietve, hogy mindenki érezze a törődést. Tehát nem, most mondok valamit, egy 200 fős falu ad mondjuk, teszem azt 1 millió forintot azért, most bocsánat, nyilván pénz, de abban nem vagyunk se előrébb, se hátrébb. De persze, nyilván bővíteni kell ezt, mert hogyha ez lenne 10 millió, mert munkába sokkal nagyobb dolgot nem jelenteni. És azt is kell tudni, hogy a nagyobb települések, például egy falunaphoz, vagy a saját legnagyobb ünnepükhöz, programjaikhoz nem feltétlen kérnek egyébként segítséget. Aki viszont kért kis települések, azok most jöttek rá, lásd Lovászhetény, Apátvarast, hogy ezt meg lehet úgy is oldani, hogy szakemberekkel és egy nívós program. Persze ez nem azt jelenti, hogy a mellettem ülő megszervezik 100%-ra úgy, hogy nem is foglalkoznak, hogy mi az igény. Elmondják az igényt, ők elmondják az ötletet, összeállítják, és mindenki eddig örült. Tehát én gondolom, hogy ez egy nagyon jó működő dolog, és van jövője neki. Ennyit akartam csak így hozzáfűzni. Bocsánat. Köszönöm. Szíves. Másnak esetleg kérdése ezzel kapcsolatban? Hát nekem igazából itt egyrészt köszönöm a Gergőnek ezt a szép beszámolott, mert úgy gondolom, hogy terjedelmessége mellett azért az elég részletes is volt, meg információval bővelkedett, meg úgy kielégítő volt minden szinten. Ami nekem ugye látszik belőle, anélkül, hogy itt bármilyen számokat emlegetnénk, azért látszik, hogy a lányvásárnak a finanszírozása az nagyjából egy ilyen 13%-os önrésszel működött, hogyha jól számolok, vagy ha jól emlékszek.
Amit ugye a művelődési ház, Gergő itt le is írja, hogy a művelődési ház a saját büdzséjéből tett bele a rendezvénybe. Igazából a kérdés az arra irányulna, hogy mit tervez a művelődési ház a következő évi leányvására, illetve hogy lehet-e ezt még csökkenteni a véleményük szerint, ezt a kvázi önrészt, amit bele kellett a műfáznak tenni magába a rendezvénybe. Hát most erre nagyon kimerítően szeretnék válaszolni, az nem lesz rövid. Ugyanis a leányvásár, ezt ugye az ki is derül az egész beszámolóból, hogy a leányvásár költségvetése az túlnyomó része, tehát azért 30-35% az éves működésünknek. Úgyhogy a leányvásár magát nem lehet egyszerűen, nem lehet átgondolatlanul kezelni. Az biztos, hogy most már kettő rendezvényt úgy szerveztünk meg, hogy az egyiket ott gyakorlatilag a pénzügyi felelősség az rajtunk keresztül mozgott, és ott a már a teljes rendezvény megszervezése a mi dolgunk volt. Én azt látom, hogy, és amit le is írtam a beszámolóba, hogy a jövőben ennek úgy kell neki menni, hogy egy picit fordítva gondolkodni, hogy meg kell nézni azt, hogy mik azok a biztos mindentől, időjárástól, mindentől független bevételi lehetőségek, és ahhoz képest kell kialakítani az egész rendezvényt. És én azt se gondolom, hogy nagy probléma az, hogyha ebbe most akár a város, akár a Kft. Útján önrészt tesz bele, mert ez a rendezvény ez egy olyan turisztikai súllyal bír, hogy igenis ezzel a városnak is akár a Kft.-n keresztül terveznie kell. Tehát ezt nem lehet pusztán piaci alapon megszervezni, és azt remélni, hogy majd a belépőjegyek kidolgozzák magukat. Most itt el tudnék menni egy csomó olyan irányba, hogy például csak így érintőlegesen, hogy nagyon sok kollégával beszélgetünk, zenekarokkal, tehát a drága, a többmilliós gázsijú zenekaroknak leáldozóban van jelenleg a működésük, nincs annyi buliuk, ezeket a gázsikat nem lehet kitermelni egy ilyen kisvárosi szinten. Vannak ötletek, van egy, tehát a lényeg az, hogy észszerű és tervezhető legyen, amellett nyilván, hogy minőségileg, illetve ugyanolyan vonzó legyen a közönség számára, mint korábban is, tehát meg kell tartani a fesztivál jellegét, csak nem biztos, hogy olyan szereplőket kell idehívni, aki a saját gázsiát nem tudja kitermelni aznap. A másik dolog nyilván ez a belépőjegy kérdése, de én ebbe azért nem mennék bele most, hogy ez majd hogy lesz, vagy mint lesz a jövőben, mert nyilván bármi lehet, tehát ezt le kell ülni és át kell gondolni, meg nem akarom azt, hogy bárki kész tényleg vegyen bármit is. Az biztos, hogy ugye jelenleg az az állás, hogy 14 év alattiaktól nem kérünk belépőjegyet az egész hétvégére, 65 éven felüliektől nem kérünk, pécsváradiaktól nem kérünk, fellépőktől nem kérünk, sajtóstól, szereplőtől, tehát egy csomónektől nem kérünk, vasárnap nem kérünk, péntek fél nap, tehát szombaton keressük meg az egész hétvégét. Tehát ez nem működik. Tehát ezt újra kell gondolni. Ez biztos. És az egésznek én azt gondolom az összköltségvetését is, hogyha egy kicsit úgy, mert ha megnézitek, és ugye amiket leírtam, hogy mik azok a fix elemek, amik a leányvásárnak a bevételi elemei, ugye az a szponzoráció, illetve a bérleti díjak. Ezek adtak tavaly körülbelül egy ilyen 13 millió forintos bruttó bevételt. Ennek ehhez, amit még mi hozzáraktuk, azt a 3-4 millió forintot, én azt gondolom, hogy 17 millió forintból, és akkor ez egy kiszámítható történet, lehet csinálni olyan leányvásárt, ami mindenkinek a megelégedésére fog szolgálni. De mondom, tehát itt most annyira konkrétumokban nem szeretnék belemenni. Évzárási időszak volt, még egy csomó jelentési, meg elszámolási kötelezettségünk van mindenki felé, úgyhogy a tavasz folyamán elkezdjük a leányvásárt szervezni, és nyilván az lesz, arra törekszünk, hogy még sokkal jobb legyen, mint tavaly. Jó, köszönöm. Megkaptad a
Más? Parancsoljatok, bocsánat. Én kifejezetten örülök, hogy a lányvásárló ilyen pénzügyi vonatkozásban is történt beszámoló. Ez nagyon jó érzéssel tölt el. Azt gondolom, hogy a korábbi években is kellett beletenni a városnak, amikor nem ilyen keretek között fesztivál jelleggel, hanem más keretek között zajlott. Jónak tartom azt, azokat a gondolatokat, amit mondasz, hiszen ez folyamatosan változik. A gazdasági környezet is körülöttünk, és a lehetőségek is változnak, mindig ahhoz kell igazolni. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót, tényleg mindenre kiterjedő volt és részletes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát minden előttem már a köszönet, akkor én is köszönöm. Ez a beszámoló, ez kifejezetten jó volt, tehát így már nem dicséretként mondom, hanem jó volt olvasni, tehát jó volt megnézni azt, hogy minden részletre kiterjed. Most egy szakmai részlet a Péter írta azért. Akkor neked is mondom. Egyébként a lányvásárral kapcsolatban teljesen egyetértek. Úgy ért, hogy itt ugye nem csak kifejezetten a profit részét kell nézni, mert ennek hatalmas vonzereje van minden szempontból. Ez most csak egy ilyen apróság, hogy mondtad, hogy ugye drágák a gázsik, és hogy a drága gáz is fellépőknek leáldozóban van. Akkor ez szerinted nem a mi lányvásárunk szempontjából, csak egy kíváncsiságból egy kérdés, hogy akkor vajon ők fogják lejjebb adni, vagy egyszerűen tudomásról veszik, hogy kevesebb helyre viszi, hívják hát őket. Azt nem tudom, hogy ezek olyan produkciók, ami egy kialakult stábban működnek most már évek óta, akár csak a talajit nézzük, ezt a Kowalski meg a Megát, ide jött 20-25 ember, tehát azért ezt lejjebb bontaniuk, vagy átalakítaniuk, az nem két perc. Azok biztos forrásból tudok olyan dolgokat, és nem mondok előadókat, hogy fele annyi megrendelésük nincs idén, mint mondjuk tavaly volt. És egyébként van egy szakadék, tehát azt mondom, hogy az a 2-3 millió forint plusz áfa körbe már lehet olyan előadót hívni, aki garancia arra, hogy itt sokan lesznek. És akkor itt van egy nagy mélyedés, és utána jönnek ezek a 6-7-8, tehát a tankcsapda 3 tagú zenekar, 10 millió nettó fölött koncertezik. Biztos, tehát ezt azért bele kell kalkani, hogy több kamionnal jönnek hozzá, látványtechnikát, mindent, tehát azért rengeteg embernek a gázsiát ki kell fizetni. De ugye ezeknek az előadóknak is a köre véges. Az elmúlt években ugye akár ilyen falunapi, meg fesztivál támogatása programok keretével körbejárták az országot, elfogy. Egy idő után elfogy a hely, a lehetőség. És az biztos, nem tudom, én ezt a legjobban úgy tudom egy mondatban megfogalmazni, hogy most Pécsváron akár is nézzük, város, de kisváros. Ugye, tehát ebben megállapodhatunk, hogy nem egy nagyváros. Én mindenképpen azt gondolom, hogy egy színes rendezvény az szükséges, egy igényes, vonzó rendezvény, de egy nagyvárosi fesztivált ezt nem bír el ez a történet, bármint pénzügyileg. Ez biztos. Tehát ez most már az elmúlt két év bizonyította, de egyébként pedig most, hogyha nézzük a tavalyit, volt a 3 plusz 2. Tehát 3 plusz 2 majdnem hozott annyi érdeklődött, meg nézőt, nyilván annyit nem, mint a Kowalski meg a Vega, de mondjuk a fele annyi ember volt itt a színpad előtt, és került őt oda. És micsoda, hogy csinál? És lehet találni, és azt gondolom egyébként, hogy ha valaki meg talpon akar maradni, akkor le fogja adni a fajta igényeit. De hangsúlyozom, tehát itt nem az a cél, hogy most itt butítsuk le a lányvásárt. Tehát nem erről van szó, hanem hogy legyen tervezhető, legyen jó lesz megcsinálva. És amit egyébként én még nagyon fontos dolognak tartok, hogy maga ez a lányvásár része, hogy az a tradicionális, az a folk része, ide pedig kell valami, egyen nagyobb attrakció. Én ezt mondom. Valami olyan, ami egy kicsit jobban bevonja a közönséget, egy kicsit így a közönséget jobban a részévé kéne tenni ennek a vásári forgatagnak, amikor ez a néptáncos dolog van. Ezen is gondolkodunk, hogy milyen ötletek van, van több elképzelés. Én bízom benne, hogy
azt a részét is egyel érdekesebbé fogjuk tudni tenni. Jó, köszönöm. És akkor még amit akartam kérdezni, ezek viszont ilyen apró technikai dolgok, hogy a program tervezetben, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, például a testületi ülések ugye benne vannak. Ott megakadt a szemem az áprilisin, ami ugye április 10-ére van írva, az húsvét hétfő. Nyilván ezek javítjuk, mi is látjuk, hogy ami kiment anyag, van egy-két elírás benne, de összességében magán az éves tervben nem változtat. A naptárból lettek leszűrve, ezeket van két-három olyan pont, amit most ma még egyszer átolvastam, és én is észrevettem, amit van benne. Ugyanígy idén nincs augusztusban is hozza a testületi ezt köszönjük is, hogyha van ilyen, amit nem vettünk észre, akkor azt szóljatok, és akkor úgy... De azt gondolom, hogy a lényegét tekintve ez nem befolyásolja. Persze, nem. Én egyébként ezt most igazából így amiatt is hoztam fel, hogy erről akkor beszéljünk, mert ugye mikor lesz a következő. És még egy dolog, ugye a beszámolóban ugye a felügyelőbizottság is szerepel, ennek a dolgát mindenképpen rendeznünk kell, mert ugye hát nem történt semmi. Igen, ez az elmúlt fél évben valahogy kicsit úgy megült ez az egész kérdés. Igen. Ez ugye nem rátok vonatkozik, csak így... Hát ez igazából mind a három városi cégre vonatkozik ez a kérdés. De úgy egyébként én köszönöm szépen még egyszer, és további jó munkát és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm. Én még egy gondolat, hogyha megengeditek ez a... Hogy akartam egy parancsolat? Mondjad, parancsolat. Szerintem is teljesen rendben volt, kifejezetten örülök, hogy itt a pénzügyekről is külön esett szó, illetve a főkönyvi kivonatot is láthattunk, és csak egy kérés, vagy egy, nem is tudom, minek fogalmazok, és az nem is ehhez kapcsolódik, hanem hogyha majd fölröpent a másik két cég, hogyha esetleg azoktól is hasonló jellegű beszámolót kaphatnánk a jövőben, az én örülnék neki. Ez csak így a jövő. Igen, így az átláthatóság miatt azért ez biztos, hogy segítség a képviselőtestületnek, hogy ilyen részletességgel látjuk, legalább ilyen részletességgel. Csak egy gondolata ez a lányvásáros dologhoz, hogy én egy kicsit régebb óta vagyok benne, mint a Gergőjék, tehát amivel abszolút egyetértek, és talán itt lesz ez szakma, ez a lányvásár, hogy estünk mi már abba a hibába, és nagyon sokan jönnek, én nem tudom, szerintem 100 ember biztos megkeresett, és adták a jobbnál jobb ötleteket, hogy milyen együttest kell hívni, de ugye ez egy nagyon összetett dolog, tehát az, hogy milyen együttes jön, az meg fogja határozni, hogy milyen emberek jönnek. Meghatározza, hogy milyen bevételre számíthatsz. És itt nem csak a jegybevételre gondolok, hanem ugye estünk mi abba a hibába, hogy egy kicsit kevésbé aktuális együttest hívtuk meg, bár ugye a neve az nagy volt, és mivel nem volt új száma, nem volt új lemez, semmi, ezért az évekkel korábbi tömeg helyett egy ilyen fél látogatottsággal kellett számolni, mert az, hogy név, tehát mondhatjuk a Kowalskit is, tehát a Kowalskinak az volt a nagy szerencséje, hogy az első Kowalskihoz képest ugye egy új lemezzel érkezett, de valószínű, hogy ha most az idén meg akarnánk hívni, ez már nem nagyon jönne össze, mert nincs feltétlenül új, mert ebben most végig járták az egész országot, nyilván nem, nincs egy újabb nagy lemeznyi anyag. A másik, hogy a magának a rendezvénynek a mérete, az pedig összefügg a szponzorációval. Tehát ahogy zsugorítod, ugye nyilván költség hatékonyság miatt, úgy a szponzorok is lépnek hátra. Tehát mondok egy egyszerű példát, mondjuk a főszponzorunk az létszámhoz köti, tehát akkor tesz bele pénzt, ha ez olyan, és a legelső az volt, hogy át kellett küldjem neki az együtteseket, hogy kik lépnek föl. Jó, akkor ez rendben van. Ekkor ezt tudjuk biztosítani. Tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen több ismeretlenes egyenlet, és nagyon, nagyon nehéz ezt megtalálni. Én azt gondolom, hogy 2015-16-17-ben sokkal egyszerűbb volt. Hozzáteszem, nyilván a fellépőknek a díja, akkoriban, bár nem volt itt, azért mondom direkt, mondjuk akkoriban Majkának 900.000 forint volt a fellépési díja. Most pont egy nullával több kb. Tehát ez a különbség. Én is egyetértek egyébként azzal, hogy tarthatatlanok ezek az árak, és mi tehetünk róla? Tehát a települések.
mert hol támogatásból, hol kiszorított költségvetésből ki lettek fizetve ezek. Én azt gondolom, hogy ez a, már talán én lejjebb mennék, ez a 2 millió fölötti együttes, ezt már falvak nagyon nem tudják kifizetni. Ha meg kifizeti, annak nyoma lesz, tehát a költségvetésben. Tehát én úgy gondolom, hogy egy 6 vagy egy 10 milliós, az azonnal kizárhatod, az 30 ezres településektől fölfelé rentábilis, nem fogja senki meg őket tulajdonképpen így meghívni. Úgyhogy ezekből össze kell nektek majd ugye összegyúrni ezt az egészet. Nem titok, hogy technikai oldalról beszélgettünk, más típusú megvalósítás, esetleg városlezárás nélkül, hogy lehetne ezt megcsinálni, stb. Stb. Én úgy gondolom, hogy ha addig eljutunk, hogy ez egy életképes, leírt anyag lesz, akkor ezt akár egy kulturális bizottság van, vagy egy testületi nem nyilvános ülésen ezt át tudjuk beszélni. Én is úgy gondolom, hogy a költségeket optimalizálni kell, a színvonalból én nem engednék. Talán egy kicsit ellent mondanék, mert én nem gondolom egyébként, hogy a folk részét fel lehet enni jobban. Ez az én privát véleményem. Próbáljuk meg, de én szerintem, ami az tavaly volt, benne voltam ebbe a forgatagba, ez a település és ez a rendezvény szerintem nem tud többet. Tehát ennyi táncosnál többet nincs hová berakjál. Az emberek tulajdonképpen nem fértek el a táncosoktól, a táncosok nem fértek el az emberektől. Persze az más, hogy egy attrakciót, olyan, mint mondjuk volt az esküvő ugye a egyik évben, de nem tudom, hogy ilyet meg ki lehet-e találni úgy, hogy magának a lengyvásárnak az alap mondani valóját nehogy elvigye. Tehát azért erre is kell figyelni. Úgyhogy ennyit erről az egész. Ez egy szép feladat lesz egyébként, ez az egyértelmű. Aztán meglátjuk, hogy majd ugye most nyilvánosságra kerültek az új, biztos többen olvasták a neten, kiszivárogtak a különböző gázsik, van is belőle balhé, de igen, tehát ez a 9-10 millió, ez már egy nettóba jártasár, tehát ez 15-ben elképzelhetetlen volt, mert akkoriban 5 millió volt a legdrágább, ha jól tudom, nem is tudom ki volt, halott pénz volt a legdrágább, akkor 5 millió, és arra azt mondtuk, atya úr, ezt nem lehet kifizetni. A következő évben 7,5, és most azóta meg, tehát ezeket az együtteseket egyébként, megmondom őszintén, meg se kerestük, mert ez nincs tárgyalási alapunk, ebben nem tudod kihozni. Igen, meg belegondolsz azért egy ilyen 10 milliós nagyságrendű zenekarnak, hogyha van egy koncertje valahol, egy akármilyen vendéglátóhelyen, vagy egy nagyobb fellépő lehetőséget kapnak, hát ilyen 4-5 ezer forint alatt nincs is belépője. Azért itt nem 4-5 ezer forint egy lányvásárra egy belépő, és nem egy fellépő van egy este. Egyrészt, másrészt meg azt szerintem az a sok esetben a különbség, hogy nem mindegy, hogy a saját turnéjük, amit ők szerveznek le, vagy valaki meghívja őket. Ezt, amit a Gergő írt, ez a 25%-os szponzorációs hajlandóság csökkenés, ezt egyébként ennek tudjátok be? Vagy ennek? Nem. Én annak tudom be, hogy a cégek is húznak a nadrág színot. Ez így. Ezt annak tudjuk be. Nekem is ez volt az első gondolatom, csak szó volt, hogy meg a tavalyhoz képest azért szerintem egy icipicit visszafogottabb volt. Nem, ilyen szinten. Hát beszéltünk, tehát ezek azért nem, tehát személyes megkeresések vannak ilyenkor, és elmondják őszintén, hogy volt olyan, aki 21-ben támogatta, 22-ben mondta, hogy nem, nincs lehetősége. Igen, meg ugye azt is kell tudni, hogy az NK-a támogatás is hiányzott, ugye az is azért 1 millió körül szokott lenni. Tehát ezek a pályázatok is eltűntek, most meg szerintem végképp eltűntek. Nem is lehet kiírva. Úgyhogy, de jó ez, mert ebben már nem kell számolni. Ha véletlenül lesz, akkor meg ez ilyen meglepetés lesz. Ami még esetleg szóba jöhetett volna, ugye a Líder. A Lídernek a programozása elindul, de legközelebb az jövőre lesz kiírt pályázat, és nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán önkormányzati programokra pénz. Ha lesz, akkor ott megint ez az 1 millió forintos keret, tehát nagy csodák nincsenek ebbe. Igen. A másik az még egy dolog, ez már csak inkább ideológia, hogy nekünk arra is kell figyelni, hogy
Tehát ne úgy, mint a régi időkben, az urimuriban, meg minden, hogy pénz nélkül murassunk, tehát ugye úgy kell ezt megcsinálni, hogy akkor érdemes nagy banzáj tartani, hogyha másnap nem fogunk sírni, hogy egyébként a város úgy áll, ahogy a part szakad, mert azért hozzá kell tenni, hogy itt vannak olyan költségek, amik soha nincsenek nevesítve, gondolok itt a város üzemeltetésnek a közmunkaprogramba való, ugye a közmunkaprogrammal való részvétele, a takarítás, stb. Tehát azért ezeket is meg kell oldani. Nyilván ezt nem is akarjuk pénzesíteni, de hát ezekkel is nyilván számolni kell. És az a vonal meg egyre gyengébb. Tehát egyre kevesebben vagyunk közmunkaprogramban, ugye most már azért emlékszem, amikor polgármester lettem 115 volt, most jó indulata van 30, de szerintem most nincs 30 közmunkás. Hát meg van egy csomó, vannak olyan költségek, ami teljesen mindegy, hogy milyen a rendezvény, az annyi fix villamos hálózat kiépítése, őrzés, biztonság, biztosítás. Terv, biztonsági terv. Biztonsági terv, hatósági díjak, közút. Viszont azt el kell mondani, ugye, hogy ez a rendezvény 2015 óta működik engedéllyel. De az engedélynek ára van. Én most így alsó hangon azt mondanám, hogy 4-5 millió forint, hogy nem csináltál semmit, és nem hívtál még senkit. A kötelező WC, a kötelező biztonság, amiket csak elmondott a Gergő, ezek ekkora pénzt tesznek ki. És most mondanom kell, hogy arányaiban, ha szervezel egy várudvarba egy ugyanilyet, nem sok különbség van, mert ezeket oda is meg kell csinálni. És azért mi nagyon sok segítséget kapunk a rendőrségtől, a polgárőrségtől, mert ezek még plusz segítségek. Nem tudom, más kérdés esetleg hozzáfűző? Nekem akkor lenne. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is szívesen méltatnám a beszámolót, de sajnos nem tudom, mert nem kaptam meg. Bár állandó meghivatja vagyok, mint ifjúsági polgármester a testületi üléseknek, úgy gondolom, hogy ezeket a beszámolókat nekem is meg kellene kapjam, ahhoz, hogy érdemben hozzá tudjak szólni és tárgyalni tudjak. Úgyhogy én csak egy javaslattal élnék a testület felé, hogy ezt a beszámolót most ne fogadják el, és Gergő legyen szíves számomra is elküldeni, és a következő testületi ülésen tárgyaljuk újra. Hát erre annyit tudok válaszolni, Máté, hogy a jegyző úr tud arra válaszolni, hogy nekem ezt a munkapéldányt kinek kell megküldenem. Igen, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván állandót meghívottként részt veszel ezen a rendezvényen, de ez a szakmai anyag, ez a képviselőknek szól. A képviselők döntenek az elfogadásáról, és utána kerül nyilvánosságra. Tehát ez nem fordítva működik. A másik, hogy ennek a szakmai beszámolók az elfogadásába nincs szavazati jogod. Tehát ugye ebbe se beleszólási szavazati jog ennél az asztalnál most itt nincs. Természetesen utána lehet ezt véleményezni, de ez elsősorban a képviselőtestületnek a feladata ezt a szakmai beszámolót elfogadni. A jegyző úrnak az a feladata, hogy ez az anyag ez nyilvánosságra fog kerülni, ez föl fog kerülni a honlapra, te akár megkaphatod ezt interneten, bárhogy levélbe, de maga a döntés a képviselőkre és a polgármesterre van kiegyezve. Ennyi. Ezt értem, de hogyan tanácskozzak róla, hogyha nincs előttem olyan anyag, amihez hozzá tudok szólni? Még egyszer, erről nem kell tanácskozni. Erről nem kell tanácskozni. Ez egy non-profit Kft., az ő munkáját nekünk számol be, nekünk kell ezt elfogadni. Tehát most ez egy olyan dolog, képzeld, hogy neked van egy Kft-d, és a Kft-nek a beszámolóját, amit, vagy a mérlegét, amit beküld mondjuk teszem azt a NAV-hoz, azt én elkérném, hogy azért hagyd mondjak róla véleményt. Vagy hagyd szóljak bele. Nem is véleményt, hagyd szóljak bele. De ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatod el a véleményét, de egyrészt egy beszámoló az egy eltelt évről szól. Tehát ebbe beleszólni én se tudok, legfőjebb a beszámolót tudom azt mondani, hogy nem tudom elfogadni, mert nem teljes, vagy bármi. De ezekben, hogy mi történt, ezek megtörtént dolgokról, én úgy gondolom, ahogy elmondták képviselőtársaim, hogy egy precíz anyag készült, nincs semmi akadály, hogy véleményt fogalmaz meg, akár a következő testületi ülésre, vagy a következő bizottsági ülésre, ezeket nagyon szívesen hallgatjuk, de a beszámoló az, még egyszer mondom, az, ha így menne, ugye akkor tulajdonképpen a városból bárki bejöhetne és véleményt mondhatna, hiszen a testületi ülés nyilvánvaló.
De véleményt az mondhat, akinek a polgármester szót ad ebben az ügyben pedig csak a képviselőknek van szavazati joguk. Erről csak most ennyit tudok mondani, mert nincs rossz indulat semmi, ez egy formai dolog, de az anyagot magát megkaphatja, sőt, hát nekünk kötelességünk is ezeket a beszámolókat nyilvánosan kezelni. Ennyit tudok erről most elmondani. Tehát akkor, mint ifjúsági polgármester, semmi ilyen ügybe való belelátásom nem lehet lényegében. Beleláthatsz ebbe, de döntési jogköröd nem lehet. Nem is a döntési, de hát hogy tudok bármihez hozzászólni, hogyha nincsen róla anyagom kéznél, amit látok. De meg fogod kapni látok. Ezt az anyagot. Hát utólagosan, igen. Igen, de ez így működik. Értem. Jó, akkor csak néhány kérdésem lenne terembérleti díjakkal kapcsolatban. Például tavalyi évben milyen bevételek voltak terembérletből, és kik fizették azokat? Hát ezt felsorolni nem fogom jelenleg. Ezt megmondom neked, hogy mennyi lett terembérletbevétel. $8.363.343 nettó terembérleti díj, bérleti díj bevételünk volt, amiből nettó $7.023.576 a leányvásárnak az árusoknak, akik mindenki, aki bérleti díjat fizetett azért, hogy itt áruhasson, hogy részt vehessen, és a maradék nettó $1.339.767, azok a házon belüli rendezvényekhez, foglalkozásokhoz, büffé, falugazdásziroda működéshez kapcsolódó bérleti díjakból adódnak össze. Annyit még elmondok akkor ehhez, mert ez egy érdekes dolog, hogy ez utóbbi területen látunk fejlődési potenciált, amit a beruházások témájánál írtam le. Ugye a klímát, amit vásároltunk, az most jelenleg a fűtésre alkalmas, a nagyterem fűtésére még kell bele egy ilyen kiegészítő alkatrészt szerelni, ez nem egy olyan nagy tétel, hogy hűtésre is alkalmas legyen nyáron, így a nyári időszakban is alkalmasabb lesz a nagyterem arra, hogy bérbe tudjuk adni olyan rendezvényekre, amit eddig nem tudtuk, mert nagyon meleg volt. És most tehát működik a teremnek, fog működni nyáron a teremnek a hűtése. Van olyan civil szervezet, aki fizetett a tavalyi évben bérleti díjat, terembérleti díjat? Kik a civil szervezetek? Kire gondolsz? Hát úgy gondolom, mint közművelődési intézményvezető, tudnod kell, ismerned kell a helyi civil szervezeteket, úgy általánosságban az összes civil szervezetre gondolok én. Természetesen valamit, persze van, akik fizetett bérleti díjat. Meg tudod nevezni őket? Például a Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényükre, az iskola ugye ezen az egyesületen keresztül. Hát ők voltak azok, ami most eszembe jut, akiknek rendszeres rendezvényeik vannak. Köszönöm szépen. Szívesen. Következő a nyomtató költségek. Igen. Milyen költségei vannak a művelődési központnak nyomtatási költségekben? Nem hoztam ide fel a szerződésemet a Digisztára. Hát ezt nem tudom fejből. Van egy rendelkezésre állási díj, ami minden hónapban 12.700 forint van, minden egyes nyomat után meg van nyomatdíj. Hát az attól függ, hány oldalt nyomtatunk. Hát ezt nem fogom most tudni neked. Mekkora költsége van egy darab nyomtatópapír, egy A4-es? Papír kinyomtatásának. Attól függ, hogy színes vagy fekete. Is. Meg kell néznem, hiszem a fej. Ez miért érdekes kérdés? Hát ez azért érdekes kérdés, mert ugye a jelenleg érvényben lévő PIFÖ önkormányzat közötti megállapodás alapján a műfáz infrastruktúráját használhatjuk, és hát két hete, vagy nem is tudom, pont két vagy három héttel ezelőtt focikupához szerettem volna plakátot nyomtatni, amikor a művelődési központ alkalmazottja közölte velem, hogy már nem nyomtathatok itt. Majd polgármester urat fölhívtam, és ő felvilágosított róla, hogy azért, mert a PIFÖ nyomtatási költségei olyan jelentős mértékben veszélyeztetik a művelődési központ működését, hogy ezt nem tudják tovább finanszírozni. Máté, maradjunk azért annál, hogy tehát
Én biztos, hogy ilyet nem mondtam. Én, amit konkrétan neked mondtam, hogy ez egy non-profit KFT. A non-profit KFT-re én nem akarok plusz költséget terhelni, mivel az önkormányzat és a PIFÖ között volt, vagy lesz, vagy van teljesen mindegy egy megállapodás. Én azt mondtam, hogy az egyszerűség kedvéért hozzátok az önkormányzathoz be, és ki is lesz nyomtatva, és én úgy gondolom, nem is akárkit, mert jegyző urat bíztam meg ezzel, hogy mindenetek ki lett nyomtatva, sőt, volt, amit fotópapírra is kinyomtattunk magas minőségbe, és nyilván ezeknek a költsége, fejből én se tudom, de ilyen 1-2 forintnál van egy fekete, és 5 forint között van egy színesnek a nyomtatása. Tehát azért ez nem olyan kis tétel, és úgy gondolom, hogy amit én régen is mondtam, hogy én nem akarom a non-profit KFT-t olyanra kényszeríteni, aminek kiadás, si oldal, de bevételi oldala nem lesz. És én úgy gondolom, hogy az, hogy nektek a jegyző úr nyomtatja ki, nem hiszem, hogy különösebb problémát jelenthet, hiszen ugyanaz a gép nyomtatja, ugyanolyan minőségben. Különösebb problémát nem jelent. Különösebb problémát az jelent, hogy ez részemre nem lett közölve, nem lettem róla tájékoztatva előre, hogy tudjam azt, hogy hova kell forduljak, és néztem, mint Luki nyúl a fűben, amikor közölték velem, hogy mégsem. Másodszor. Először ki lett nyomtatva. Mondjuk tegyük az igazságról is hozzátartozott, hogy bejöttél. Mondjuk nekem egy szót nem szóltál. Nyilván a kollégám jelezte, hogy ő se tud erről, ezért konzultáltunk a polgármesterrel is. Ezt a döntést ő hozta. Gergő, ez így működik. 20 éve, amióta PIFÖ a PIFÖ, és így működött az elmúlt 2 évben, és amióta te vagy a non-profit KFT vezetője, meg ez a non-profit KFT létezik, mégse szólt senki róla, egy szólt se. Máté, én nem fogom folytatni ezt a háborút, amit itt vívunk egymással. Egyszerűen értsd meg, hogy... Háborút vívunk egymással? Hát te csinálod, te vívod a háborút, most vagy kicsit a kommunikációdon csiszolsz, és bejössz és normálisan szólsz az emberhez, és akkor normális lesz a viszontválasz. Ennyi. Szót kérlek. Jó, utána én is szeretném, hogy én mondod. Máté, amikor feltenni a kérdéseit, már egy nagyon rossz érzés generálódott bennem. És valahol most azt látom, hogy az a személyes konfliktus, ami a korábbiakban a szilveszterrel kapcsolatban zajlott, ez nem talált megnyugvásra magába. Az a stílus, ahogy itt viszonyul, ez a stílus nekem nagyon szokatlan, és nem tudok vele együtt érezni és együttműködni, úgyhogy szeretném kérni, hogy próbálja meg más stílusban megfogalmazni azt, amit szeretne tudni, úgy, hogy az ne tűnjön ennyire személyesnek, hogyha a közösség érdekei miatt tesz fel kérdést. Jó? Rendben, egy nagyon személyes nehéz magamon uralkodni, mert valóban ez most rossz érzéseket kelt, de nem mondjuk, nagyon finoman fogalmazva. Köszönöm. Én csak egy gondolattal. Ugye erre biztos emlékszel, hogy korábban minden egyes rendezvény, legyen az egy gyereknap, vagy bármi, ami volt, bármikor, amikor jöttetek, teljesen korrekt módon álltunk hozzá, mindent kinyomtattunk, mindent megtettünk, és tettük ezt tulajdonképpen valóban, mindezt térítésmentesen. Itt ezen nem ez a gond, amit ugye Gergely is említett, ezzel az a gond, hogy legutóbb, amikor először itt voltál, bejöttél, és hozzáteszem, minden egyes alkalom, amikor korábban ugye volt, akár a gyereknapi rendezvények kapcsán is, mindig odajöttél, jelezted, hogy te nyomtatni szeretnél akár nagyobb tételben. Ez nem csak, hogy nem történt meg, hogy jelzed, hogy te figyelj, Péti vagy Gergő, itt vagyok, szeretnék egy pár oldalt kinyomtatni, nyilván nem lesz senki kerékkötője ennek a dolognak, és engedni fogja, hogyha a szükségetek majd kinyomtassátok. Itt nem ez a gond, itt az a gond, hogy bejöttél, nem szóltál, és amit visszahallottunk, az ugye az volt, hogy te kijelentetted, hogy már pedig te azt csinálsz itt, amit akarsz, azt nyomtatsz, amit akarsz, azt használhatsz, amit akarsz. Nyilván ilyenkor az ember azért megkérdezi a fenntartóját, hogy akkor hogy is állunk, mert neked a polgármester úr ezt mondta, hogy te ide bejössz, és bármit szó nélkül nem kell engedélyt kérni, nem is kell engedélyt kérni, nem erről szól ez a dolog, Máté, hiszen ugye nagyon jól tudod, hogyha valaki, akkor mi, és főleg én mindig mellettetek álltam, és ezt a kollégáim is tudják, a képviselőtársaim még azon, hogy nem akarom magamat ismételni újból. Én még nekik is nekik mentem, amikor például itt a gyereknap kapcsán fölmerültek kérdések.
Szerintem rossz irányba megy ez a dolog, nem kellene, hogy ez így legyen, hanem egyszerűen be kéne jönni, köszönni kellene, és tisztességes módon tájékoztatni bennünket, hogy lenne egy-két nyomtatni való dolog. Péter, de te is tudod jól, van egy megállapodásunk, ami kimondja azt, hogy a művelődési ház infrastruktúráját használhatjuk. Akkor miért lenne arra szükség, hogy én minden egyes alkalommal, amikor nyomtatok, vagy bármi olyan dolog miatt megyek, engedélyt kérjek tőletek? Itt van szerintem a baj, itt van közöttünk a különbség, mert én bárhova bemegyek, én a mai napig mindenkitől nem engedélyt kérek, kijelzem, hogy bocsánat, megérkeztem, és akkor szeretném használni akár a nyomtatódat, szeretném használni bármilyen... De jeleztem ezt előre. Nem jeleztem, de Máté. De amikor e-mailbe elküldöm, hogy ezeket és ezeket szeretném kinyomtatni, az nem jelzés. Az korábban volt. Nekem nem érkezett ilyen jellegű jelzés. Hogyha jött volna, akkor nyilván tudtam volna erre. Közvetlenül a Noéminek küldtem el a jelzést, mivel a Noémi ül a nyomtatónál, és ő nyomtatja ki ezeket. Jó. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül azért illene beköszönni. Most ez nem csak neked szól, mert tudnék mondani más példát is. Nem fogok nyilván nevet mondani. Ahol szintén azért úgy kikerekedett Gergely el a szemünk, hogy itt biztosítunk mindenféle infrastruktúránkat. Nem akarom tényleg... Túlórákat is, és azt sem mondják, hogy fapapucs. Tehát ez nyilván nem egy egyedi dolog, nyilván mások vagyunk. Én ehhez szoktam hozzá, hogy ha bárhova megyek, akkor azért ott jelentkezni szoktam. Jó, most szerintem ez partalan vita. Maradjuk abban, hogy ebben hoztam egy döntést. Használjuk ki azt, hogy itt még én vagyok a főnök. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek jó. Nektek is jó, mert működött. Ez úr, működött, nem? És ezzel a dologgal, és én akkor magamra vállalom, hogy nem azonnal hívtalak, hanem egy fél nappal, vagy egy nappal később, amikor ezt a döntést meghoztam, de én egy kicsit volt egy olyan szándék is bennem, hogy ki szerettem volna húzni ennek a dolognak egy kicsit a méregfogát, mert egy kicsit hagy reagáljak én a Liára. Én tisztellek, becsüllek téged, de például a gyermek nappal kapcsolatos leveled, a tartalmát értem, de ha bármelyik kollégám küldött volna egy ilyen tartalmú levelet, lehet, hogy már nem lenne kollégám. Tehát vagy nem olvasod át ezt a megfogalmazást, mert ezt a szintűt, ezt ilyen levelet én küldhetek a Gergőnek. Mert ez egyszerre számonkérés, egyszerre egy kicsit ilyen rosszindulatú, megjegyzésnek tűnő dolog. Tehát én úgy gondolom, aki ezt elolvasta, ezt a levelet, és ez nem az én privát véleményem, hanem nevet nem mondva, akik ezt a levelet látták, egy kicsit mindenkinek így elsőre megakadt a figyelme, hogy akkor most ez mi is. Tehát jelen pillanatban egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a PIFÖ-nek a léte, támogatása az önkormányzaton múlik, és ezért megtesz mindent. Tehát azt, amit az alpolgármester úr mondott, azt, hogy stílusban én is azt mondom, hogy hagyj kapjunk egy olyan levelet, ami barátinak tűnjön legalább. Mert ez így működik. Tehát én értem, hogy a mai világ arról szól, hogy mindenki próbál egy kicsit más szerepkörbe játszani, de azt kell mondani, hogy ennek a városnak van egy város vezetése, ami nem csak azzal jár, hogy mi dönthetünk bizonyos dolgokban, egy óriási felelősség is van rajtunk, és éppen ezért elvárhatjuk azt, hogyha valaki tőlünk kér valamit, amit egyébként én úgy gondolom, hogy akár itt a gyereknappal kapcsolatban is viszonylag gyorsan meg is válaszoltam, én úgy gondolom, a kollégák a pénzről beszámoltak. Nem számolt be senki a pénzről. Hát én nem tudom, hogy akkor te nem voltál becsatolva. Én láttam mind a Zaliznak a megjegyzését, hogy ott mennyi pénz van, a Péti azonnal. Én kaptam meg ilyen, semmi ilyet nem kaptam. Akkor nem tudom, pedig ugyanaz a én biztos, hogy válasz mindenkinek küldtem el a levelet. Én sem kaptam egyébként semmit ezzel kapcsolatban, az volt az utolsó, amit te küldtél. Hát akkor hogy lehetett, hogy ők van? Hát az mondom. Amit igen, azt láttam, a többit azt nem láttam. Bocsánat, én addig nem küldök ki pénzbeli információkat, amíg erre nincsen felhatalmazásom. Meg nincsen mondjuk akár, aki ugye írta ezt a kérést, a gyereknappal kapcsolatban, engem nem keres meg, és nem kérdez meg róla, hogy mekkora pénzösszeg áll rendelkezésre. Ezt neked kellett volna nyitni, és meg kellett volna kérdezni. Én nem valóban nem válaszoltam. Ott van a levél, amiben ezt kértem.
Hát ez rendben van, de én nem kaptam arra felhatalmazást, hogy neked még adjak... Lépjünk ezen túl. Nagyon szívesen, tájékoztatlak, de semmi titok nincs. Holnapi nap folyamán, Péti, az Alizzal összerakott összeget. Én nyilván csak arról tudok tájékoztatást adni, hogy ami a 2022. évi, ugye az elmúlt adventi adományokon befolyt összeg, ami összegyűlt, ezt ugye mivel ugye ezt azért tudni kell, hogy az adventnek van egy főszervezője, egy főrendezője, Andi Csalis képviselőtársam, aki ugye a családi okok miatt ebben az évben nem tudott sem a szervezésben, sem a lebonyolításban részt venni. Van még egy nagyon komoly, meghatározó tagja, ő ugye Haklik Anni. Nagyon fontosnak tartom ezt is elmondani, mert sajnos a legutóbbi hírmondóban itt a tördelési helyhiány miatt például az ő neve lemaradt, akinek szintén megköszöntem a közreműködést. És hát ugye olyan megtiszteltetésben volt részem pár évvel ezelőtt, hogy én is csatlakozhattam ehhez a csapathoz. Tehát én neked, de nagyon szívesen ezt megmondom, meg nem is titok, közel 600 ezer forintnyi összeg folyt be ugye az elmúlt esztendőnek a végén. Ez természetesen be van zárva a páncélszekrényünkbe, további felhasználása rendelkezés áll, és nagyon szívesen, hogyha arról van szó, egy átadás átvételével ezt átvetted. Egyébként most itt visszakerestem ezt a levelet, és ugye amit János kiküldött itt mindannyiunknak ezzel kapcsolatban, és abban az áll, hogy a Paceller Péter polgármester úr meg fogja mondani ezt az összeget neked. Úgyhogy ez igazából valahol egy felhatalmazás arra, hogy amit a Máté nem kapott meg végül. Most nyilván nem vagyunk szerintem elkésve ezzel. Nem, hát mondom, akkor elnézést kérek, akkor nyilván ezt. Én most bocsánat, én ugye mivel az én levelemet, te láttad egyébként? Láttam, persze. Én megmondom őszintén, amikor visszajöttek ezek a levelek, én abban voltam, hogy ők is mindenki, tehát nem nekem jött vissza, én nem meg sem néztem, hogy kik a címzett, mert ez ugye nagy körbe ment ez a levelezés. Én is úgy gondolom, hogy ebből nincs probléma. Én nem tudom, az én levelembe írtam valami összeget? Nagyságrendben, nem, ugye? Nem. Igen, mert akkor még én nem tudtam ezeket, csak elég pontatlanul. Ugye nem is követtem én ezt, hogy ki mennyit, mikor mennyi volt. Azt tudom, hogy ugye a Zaliz az akkori összegből kért, és adtam is neki engedélyt, hogy vettünk egy új Mikulás ruhát, mert ott egy elég nagy macera volt az óvodába. Szerintem ennek kihúztuk végre egyszer a méregfogát, mert sose volt, sose tudtuk hol van, nem tudtuk hol vannak a bot, meg a... Tehát ez most így megoldódott, én ezt köszönöm szépen. És nyilván a maradék összeget, én azt mondtam az Aliznak, hogy ebbe fáradjon be a művelődési házba, és úgy, hogy a levélben leírtam, a mellettem ülő két személy, Andi Csalisz képviselőasszonyt és alpolgármester úr, a Tapacella Péter bíztam meg, hogy tartsák a kapcsolatot veled. Én úgy gondolom, hogy ha megkapod az összeget, akkor te tudsz kalkulálni. Én mindenképpen azt szeretném kérni, hogy ha lehet, hogy ez valami nyilván nem egy számvitelileg pontos költségvetés, de mégis egy hozzávetőleges költségvetést, meg egy programtervet tényleg csak így felsorolás jelleggel juttass el. Nem kell hozzájuk, és ennyi. És akkor hagyd menjen a történet, jó? Most megnéztem a levelet, nem válasz mindenkinek küldtem, valószínűleg automatikusan a válaszra mentem, de akkor mondom pontosan 582.460 forint, ami a tavalyi adventen összegyűlt, és ez nálunk el van zárva a páncészek. Tehát akkor biztonságosan én 600 ezer forinttal számolhatsz, mert ott is van a korábbi esztendőből pedig 67.415 forinttal rendelkezésre. Ez a 2021-es adventről? Hát, hogyha tavaly volt 22, akkor a 21-es advent, igen. Igen, meg egy nagyon kevés maradt még a mi volt? 20-ban nem volt? Vagy hogy volt? 20-ban nem, de 19-ben nem volt, mert... Ilyen 10-pár ezer forint volt csak, és ugye hát nem csak Mikulás ruhát kellett vennünk, hanem dekorációs anyagokat, meg mindent, tehát így maradt ez a 67-en. Nem volt, tehát 20, vagy 21-ben, igen, akkor jóval kevesebb összeg jött össze, mint az előző években bármikor. Ugye az volt az első vírus utáni időszak, tehát így élni. Ebben tudtok akkor kalkulálni. Jó, most ezzel kicsit előre szaladtunk, mert szerintem nem. Na mindegy, lényeg az, hogy akkor nagyjából tudjuk, hogy mivel lehet kalkulálni. Mi pedig várjuk akkor a programtervet Pétivel. Más, Máté?
most így hirtelen nem tudom, nagyon elkavarodtam. Még az egyebekben tudsz hozzászólni, jó? Jó. Nyugodtan szedd össze akkor gondolataidat. Én akkor szavazásra bocsájtanám a Nonprofit Kft-nek a beszámolója. A munkaterve kapcsolatban egy megjegyzés jött, ugye magát a munkatervet javarészt egy bizottsági ülésen határoztuk meg, ahová elhívtuk a civil szervezeteket, aki eljött, eljött. Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy aki nem jött el, civil szervezet, nem adta le a programjait, csak úgy lehet beépíteni programelemet, hogy akik már leadták, azoknak a programjuk nem sérülhet. Tehát elsőséget élvez az, aki leadta. De ez úgy gondolom, hogy ez teljesen logikus, ezt annak idején ezt meg is határoztuk. Ez a programterv meg nyilván javarészt annak az anyagát, illetve nyilván a művelődési központ által szervezett programokat tartalmazza. Én ahhoz hozzáfűzni valóm nekem nincs, nem tudom, a többieknek van-e. Nyilván a programterv egy kicsit flexibilis, tehát abban jöhet ez is, az is, lebetegedés, stb. Ne adj Isten Covid, vagy bármi, ezek újraírhatják ezt a történetet, de bízunk benne, hogy ilyen nem lesz. Akkor én szavazásra bocsájtanom, aki a Nonprofit Kft. 2022 évi beszámolóját elfogadja, azt kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk egy viszonylag furcsa napirendi pont, ugye a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet elfogadása, majd jegyző úr segítségét kérem, bár valószínűleg ő is kevésbé tudja ezt, hogy mondjam, izgalmasan elmondani. Ezek azok a jogszabályok, ami egy központi változtatás miatt be kell építsük a saját rendeletünkbe, de parancsolj jegyző úr. Igen, hát az előterjesztésből is kiderült, tisztelt képviselőtestület, hogy itt egy 2001 évi rendeletről van szó, nyilvánvaló az elmúlt 22 évben változások történtek a központi jogszabályokban is. Az elmúlt évben volt egy általános, nem megyei szinte, országos szintű átvizsgálása a rendeleteknek a kormányhivatalok részéről. Itt állapítottak meg olyan dolgokat, amik miatt nem észrevételt tettek, hanem igazából szakmai segítségnyújtás címen az önkormányzatoknak felhívták a figyelmét arra, hogy mi változtatásokat kéne eszközölni a létező temetőrendeleten. Hát értelemszerűen a mi temetőrendeletünknek ugye már bevezetése sem volt helytálló, hiszen az akkori jogszabályok nem azok voltak, amik most. Illetve azóta történt néhány olyan változás, ami az előterjesztésben is szerepel, amik arra irányultak, hogy országosan egységesítsék például a sírhelyek távolságát, mélységét és egyéb adatokat, tehát ezeket helyi jogszabályban, helyi rendeletben nem szabad szabályozni, hiszen van erre magasabb szintű jogszabály. Alapvetően ez az új rendelettervezet ezeknek a kritériumoknak felel meg, illetve hát az akkor 2001-ben meghatározott temetkezési díjak, sír megváltási díjak, azok értelemszerűen teljesen megváltozhattak volna azóta, de nem változtak meg. Igazából ezek a mostani számok, amik javaslatban szerepelnek, még a dupláját sem érik el annak, ami volt, tehát igazából azt lehet mondani, hogy jelképesek. Azt valamennyien tudjuk nyilván, hogy benne van a az előterjesztésben is, hogy maga az a köztemető jelleg, ez nálunk a temetőnek arra bizonyos középső részére szorítkozik, amelyik a temető, illetve a katolikus és a református temető közé ékelődik. Ott még vannak sírhelyek, de valójában a gyakorlatban azt a kedvestől sokkal jobban tudja, hogy az egész temető területének az ellátását az önkormányzat végzi, illetve hát az ott lévő munkákat is az önkormányzat végezteti el. Igen, és nagyon fontos, hogy a köztemető, tehát az önkormányzati tulajdonban lévő temetőnek egyébként ezek a díjtételei, ezek nem az önkormányzathoz kerültek az elmúlt években, tehát ezt semmiféle rossz szándéka, de ugye ezt általában az egyházakra bíztuk, hogy szedjék be, és ezek a pénzek ott is maradtak. Hogy erről későbbiekben majd kell beszélni, az egy külön történet. Én ebbe a rendeletbe ezt a három, illetve a hűtő és a ravatalozó használatára ezt a összesen 5 árat javasoltam, ami nyilvánvaló még mindig egy temetési költség, vagy egy temetkezésnél ez egy, majdnem azt mondom, hogy elhanyagolható. Persze, fontos pénzek ezek, de tényleg tulajdonképpen a 22 évvel ezelőtti áraknak a dupláját, vagy
Olgótól még kevesebbet határoztunk meg, tehát úgy gondolom például egy hűtő használata 8000 forint, az mindenki tudja, hogy az energiába kb. El is megy ez a pénz, tehát ebből pénzünk nekünk nem lesz, viszont most a rendelet kapcsán módunk volt arra, hogy ezt egy kicsit korrigáljuk, mert tényleg itt nevetséges árak voltak, tehát 21-es árszinten voltak, 2001-es, bocsánat, és 2001-ben azért nem itt állt a gazdaság és a pénznek a vásárlója, meg egyéb is más volt, úgyhogy... Lehetne most ezt így publikussá tenni, hogy mi a tervezet? Az árakban? Igen. Igen, nagyon szívesen. Tehát a sírbolt kripta esetén 35 000 forint, ez a megváltás. Sírhely esetén 25, urnafülke, urnasírhely esetén 15, ravatalozó használata 15 000 forint, és hűtő használata, csak hűtő használata pedig 8 000 forint. Igen, de igen, ugye az legvégén ott van, hogy ezek nettó árak. És ez hány évre vonatkozik? 25. Igen. Én egyébként gyakorlatban nem tudom, hogy ez a 25 év után jelentkezik-e valaki, akár az egyház, vagy az önkormányzat, hogy akkor be kéne fizetni. Ez valaki nagyobb problémák a temetőkkel általában, és nem csak nálunk, hanem az egész környéken. Tehát igazából egy nagyon alapvető temető nyilvántartás mind a két egyháznál, és sajnos nálunk is hiányzik. Tehát azért temetőkatasztrát azért jövőben célszerűen felfektetni mindenki. Mégis erre volt is megkeresés, hogy egy... 60 év. Digitális. Igen, most itt közben megtaláltam sírbolt és sírhely esetén 60 év, urnafülke, urna sírhely esetén 15 év. Ha, 60 év. Ez elég hosszú, 35 000 forint. Igazából az a baj, hogy nem tudná senki megmondani, hogy jelenleg a temetőben melyek azok a sírboltok, sírhelyek és egyébek, aminek lejárt a megváltás ideje. Pontosan. Tekintettel arra, hogy nincsen semmi a nyilvántartása, semmi. Igen. Úgyhogy el kell valamit kezdeni, egy-két helyen elkezdtünk már ilyesmit csinálni. Hát abból lehetne esetleg az elvállalás időpontjából lehetne kiindulni, ugye. De ugye arról beszéltünk, hogy volt megkeresés, hogy bizonyos vállalkozások foglalkoznak most ezzel, hogy fölviszik térképre digitálisan az egészet, ami könnyebb lenne esetleg egy idejövő idegennek sírhelyet megtalálni, stb. Stb. Ez nem 3 forint, ha egyszer lesz rá valamilyen jellegű pénz, akkor én mindenképp javasolnám majd jegyző úr, hogy ezt ebbe lépjünk, valami terjesszünk a testület elé, mert ez jó mutatna szerintem, most jó értelemben jó mutatna, hogy nekünk ez is papíron van, vagy gépen. Valakinek? Bocsánat, itt a temetőnél nem ez a rendelethez kapcsolódik, de a kerítés az... Fogunk beszélni róla, jó? Jó. Akkor én szavazásra bocsátanám, aki elfogadja a kiküldött rendelet tervezetet, az kérem tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. Az egyebekben kívánok majd erről beszélni, jó? És próbáljunk meg akkor ezt szerint menni, és utána akkor ezeket elmondom. A következő napirendi pontunk közterület elnevezés. Ugye itt lakossági megkeresésre érkezett egy, nem tudom, a térképen láttátok-e, hogy ez nagyjából hol van. Ez a dombai elágazás, tehát a dombai tavi elágazás után megyünk egyenesen tovább, igen. És a következő jobbra. Jó? És onnan indul egyébként Mártáék laknak arrafelé. És ugye a javaslat alapján Alsómalom utcának, jól mondom ugye, neveznénk el ezt, mert ugye csak úgy zárójelben manapság egy utca nevet elnevezni, az nagyon bonyolult, mert lehet, hogy utána kiderül, hogy ilyet nem is szabad ilyen nevet használni. De tényleg viccet félretéve az Alsómalom utcának neveznék el, ami nyilván a környezetben illő név, úgyhogy meg logikus is. Ott fölötte van a Malom utca, igen. És ott egy Malommal kapcsolatos elnevezések voltak mindig a térképeken. Tehát tulajdonképpen ez olyan mint a Beke és a környéke, ugye, ami nyilván a régi elnevezéseket tettük hivatalossá. Ezzel kapcsolatban kérem akkor... testületet, hogy szavazzunk, aki elfogadja a felsorolt helyrajzi számon lévő közterület új nevét, ami Alsómalom utca lenne, azt kérem tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. A következő az egy pályázat, egy top pluszos pályázatnak a beadása. Tehát ugye most arról kellene döntenünk, hogy ezt a pályázatot beadja-e az önkormányzat.
pár mondatot Lia keresett meg egyébként ezzel kapcsolatban. Nyilván az MSB csinált egy ilyen zanzásított verziót. Ez inkább olyan embereknek való, akik vagy pályázatírók, vagy benne vannak ebbe az egészbe. Én röviden a lényegét szeretném elmondani. Ez egy turizmusfejlesztéssel kapcsolatos, aktív turizmusfejlesztéssel kapcsolatos pályázat. A lényege az, hogy ez nem pontszerű, tehát nem egy-egy településnek az önálló pályázata, hanem településeket össze kell fűzni ebbe a rendszerbe. Erre, ezt végig gondolva jutottunk arra, hogy több polgármesterrel, hogy esetleg az aktív turizmusba beleillő valamiféle kerékpáros témát kellene kitalálni. Ezzel kapcsolatban állítottunk össze egy csapatot, hogy kik azok az önkormányzatok, akik ebbe beleférnének, tehát nyilván szomszédos településekről. A mi szempontunkból nyilván Mecsek, Nádasd és Hosszúhetény az, ami közvetlenül így érint bennünket, és elsősorban mi a kapcsolatot most Hosszúhetényel tartjuk. A keret az körülbelül 2 milliárd forint lesz Baranya vármegyében, ugye? Ez körülbelül ennyi. Ebből a mi költségvetésünk az nagyságrendileg 200 millió forint. Az, hogy mit tartalmaz, én majd a képviselőknek azért majd elküldeném, de ismeretes, hiszen egy olyan pályázatból vettük ki az elemeket, ami ugye korábban a Zoliék már beadták, csak akkor adminisztratív okok miatt ez meghiúsult, ez az Interreg pályázatban volt benne, a horvát-magyar pályázatban, ami elsősorban a várkertet érintette. Illetve nem csak a várkertet, a várnál lent a mosóba a parkolónak az újraburkolását, egy sétányt tulajdonképpen körbe a várfal alatt, ami az óvodánál jön neki, és ami régen talán úgy ismerős a pécsváradiaknak, ahol a labirintus volt, arra a részre kerülne egy vizes blokk, plusz egy esőbeálló. Az esőbeállónak az a lényege, hogy így a kerékpáros aktív sportolásnak a feltételeit biztosítja, és ennél egy kicsit nyilván itt interaktív elemeket, meg egyebeket is szeretnénk beletenni majd, és ennek van egy második eleme, ami a Dombaitónál van, a gát előtt, ahol szintén a régi vizes blokk helyén egy mai vandál biztos vizes blokk kerülne beépítésre, plusz ott kijebb lenne, ahol füves parkoló, így hívjuk ugye, a vasút után rögtön ott szintén lenne egy esőbeálló, ami azt szolgálna, hogy a kerékpárra ideérkezők, ha éppen elkapja őket egy zivatar, vagy bármi, akkor be tudnak odaállni. Nagyon fontos, hogy a pályázati kiírásban azért vannak ilyen kis cselek. Az egyik az például, hogy olyan helyen nem lehet megvalósítani, amelyik helyrajzi számon vendéglátás van. Tehát ez kicsit hasonlít arra, mint régen, hogy nem lehet beadni wellness pályázatokat, meg ilyesmi, mert túl sok van ebbe. Tehát nem az a cél, hogy meglévő kereskedelmi tevékenységet, vagy vendéglátói tevékenységet folytató dolgoknak dolgozzunk alá, hanem ez kimondottan elválasztva a kerékpár és a túra kedvelőinek lenne kialakítva ez a rendszer. Magának, ennek a konzorciumnak legalább egy állami tagja lesz, ezt majd most közlik velünk, hogy ki az, aki ezeket felügyeli. A mi részünkről behívtuk a Duna-Dráva Nemzeti Parkot és a Mecsekerdőt, mert ő nélkülük ez kevésbé alkalmazható, hiszen minden út, amiről beszéltünk, az ő területeiken mennek át, illetve hát, hogy elkerüljük a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal az esetleges jogvitákat vagy egyebeket. Ugye természetvédelmi szempontból ezért jó, hogyha ők ebbe benne vannak, és emellett egyébként ők is a saját program elemeiket, vagy az attrakcióikat ebbe bele fogják majd tenni, ha lesz ilyen, tehát ők is beletehetik. Egyelőre itt van ez a dolog, én úgy gondolom, hogy bőven van még ebben kapcsolatban idő, mert se a pályázat nincs olyan állapotban, mármint a kiírási oldalról és a megvalósítási lehetőségek oldaláról, se pedig a mi oldalunkról, hogy még ettől azért messze vagyunk. Tehát ugye az MSB lett megbízva, mint központi koordinátor, tehát ő fogja összeállítani ezt az egész anyagot, és ebből készül aztán egy ilyen teljes anyag, amiben már minden önkormányzat, aki ebben benne van, annak benne lesz a saját terve. Úgyhogy most egyelőre ennyit tudok erről mondani. Nyilvánvaló, hogy nincs önrésze a dolognak, tehát ez egy 100%-os támogatottságú
pályázat. Itt most ezekben, ugye Lia kérdezte ezt az anyagot, igen, hát ezt az anyagot el lehet olvasni, de azért nagyjából sok értelme nincs, mert az, most, hogy országos szinten 63 milliárd van, ez pont nem érdekel senkit, az már érdekel, hogy 2 milliárd jut ide. És vannak egyébként emellett, most azt nem is akarom mondani, hogy Somogy Baranya és Somogy, vagy Baranya Tolna között ilyen átívelő dolgok, azokat meg nem is nehéz is értelmezni, mert ott az összegek összeadódhatnak. Tehát innen is megyek kicsi, meg onnan is, és akkor azok, amik átívelnek megye határon, azok így működnek. Tehát nyilván bennünket ez most ilyen szinten nem fog érinteni Bécsváradot, mert nekünk az összes csatlakozásunk az megyén belüli település. Egyelőre ennyit tudok erről elmondani. Ha lesz erről még több információ, nyilván ez csak most a beadásról szól, hogy ezt az anyagot beadjuk, összerakjuk, aztán, hogy ennek majd mi lesz a folyamánya, lesz-e erre tényleg valós anyagi háttérre, mindazt, hogy meglátjuk. Ezzel kapcsolatban nem tudom, bárkinek kérdése. Ebből még várható idén eredmény, vagy ez is így nyáron? Hát ez még nincs kiírva. Maga felhívást nem lesz kiírva. Hát én úgy gondolom, ez csak a privát vélemény, ha nem kapunk pénzt Brüsszeltől, akkor nyáron se lesz kiírva. Akkor lehet, hogy ez eltolódik inkább őszre, de mind a pályázatnak az esetleges megnyerése szerint az mind 2024, tehát az idén ez... Tudni, hogy a top pluszos pályázatok, hogy az összes topos pályázatnál ez a 2 milliárdos keret Baranya megyében, ez sokszor le lesz határolva járási szinten is. Tehát az, hogy a mi járásunk ebből mennyit kap, hogy lesz-e külön említve egyáltalán a Pécsváradi járás, az kérdőjeles. Innentől kezdve ez a 200 millió forintos költségvetés, amit említettél, nem biztos, hogy ennyi lehet, vagy ennyi lesz. Vagy tehát, ez most ugye elvileg ugye ebbe a pályázatban volt egy előegyeztetés, ki lett kérve az MSB szakemberei a Zöld Laci véleményét. Elvileg ez működhet, tehát például mi ebben a 200 millióval egyébként nem a felső kategóriában vagyunk, tehát hosszú hetény 100-zal több az ő csomagja például. Tehát azért azt mondom, hogy itt azért nem mertünk akkorát le, nyilván igaz lehet az, hogy valamit lehúznak ebből, ezt mondták a Monikáink, és majd kiderül, hogy mennyit lehet ebből összerakni. Meg még egyszer jelen pillanatban hosszú hetényen kívül senkiét nem ismerem, hogy mennyi az összeg. Mert azért most én tudom, hogy mindenkinek van fantáziája, minden kollégának, meg pályázatíró csoportoknak, és akkor összerakták, de hogyha most kijön 5 milliárd, az elég durván fog mutatni, mert akkor neki kell állni egy újabb hegyezésnek, és le kell vágni ezeket a dolgokat. De én egyébként úgy gondolom, hogy ez a 200 millió Pécsvárad méretéhez ebbe a konzorciumba az egy elfogadható történet. A hosszú hetényel kapcsolatban már vitatkoznék, hogy a 300 az reális-e, de ők is hajlandóak bizonyos tételeket lemondani, de hát nagyot kell mondani, abból lehet engedni. Más kérdés esetleg? Akkor én erről kérnék egy, ugye ez maga a pályázathoz kell ez a döntés, kérném a képviselőtestületet, szavazzunk, hogy a Top Pluszban ez az aktív turizmussal kapcsolatos pályázatunkat adjuk-e be az ismert feltételek mellett. Köszönöm szépen, egy hangú, igen. Jó. A napi rendi pontokkal így végeztünk. Én akkor... Önköltségszámítás. Később ilyesmény. Pluszba küldtél ki. Hú, a Mártának az anyaga a tiltés ügyekkel kapcsolatban. Igen. Igen, az meg nálam nincs is. Táblázattanulózás, amivel a Márta el tudni. Lépétén is megvan. Lépétén is megvan. Márta, helyet cserélsz egy pillanatra. Gergővel, légy szíves. Ugye a tévénézőknek annyit előjáróban, ugye, hogy évről évre felül kell vizsgálni a nappali ellátásban a résztvevőknek a költségtérítését, és ezzel kapcsolatban intézményvezető asszony készített egy új elszámolást, ezt mi meg is beszéltük, köszönöm szépen, csak nálam nem volt meg most nyomtatásban. Igen, ennek az lenne a lényege, hogy, de majd a Mártának én odaadnám a szót, de csak röviden, hogy amit egyeztettünk és amit ő képvisel, hogy a belépési díjakat egyelőre ne változtassuk meg.
tehát ez, ha jól tudom, még mindig 1 millió forint, hanem a havi díjakban javasolt emelést. Ezzel kapcsolatban átadnám a szót neked, parancsolj meg. Így van, tehát tulajdonképpen az önköltség számítás az arról szól, hogy az intézménynek mennyi az éves működési költsége az egyes feladatokon meg van határozva, és ebből kell kiszámolni azt, hogy az egyes ellátási formáknak egy órája, egy ellátottja, tehát mindegyiknek a megfelelő értéke mennyibe kerül. Ezt meg kell határozni minden évben, és ehhez képes lehet a térítési díjat meghatározni. Hát ha végignézik a képviselők a számításokat, akkor azért látszik, hogy van, ahol elég nagy eltérések vannak. Például a házi segítségnyújtásban ott több mint 3000 forintba kerül egy órának az ellátása. A térítési díjak ugye a jövedelmekhez igazodva 200 forint vagy 400 forintra tervezzük az egy óra térítési díjat. Nagyjából az állami támogatással és ezzel együtt egyébként majdnem, hogy ki is jövünk ebből, de úgy gondoltuk, hogy azért egy picit kell emelni, mert azért 2800 forintért egy hónapig napi egy órás gondozás azt akármennyire is valakinek 100 000 forint körül van a jövedelme, azért az, azt gondolom, hogy a munka értékét is meghatározza, hogy tehát azért 10-20 forintokért úgy gondolom, hogy nem szabad már manapság gondozni. Így most, ha beszorozzuk, akkor 200 forinttal napi 21 napon keresztül napi egy órás gondozással az 4200 forintra jön ki, tehát azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg még így az emeléssel együtt is. A 100 000 forint fölötti jövedelmeknél pedig 400 forintba lett meghatározva az óradíj, ez korábban 350 forint volt, tehát 50 forintot emeltünk itt, mert szeptemberben volt egy nagyobb mértékű emelés. Az egész, ez tulajdonképpen azért azt így nagy vonalakba tudni érdemes, hogy két évig ugye nem lehetett egyáltalán emelni itt a térítési díjakat, és korábban is itt a képviselőtestület abban partner volt, és abban megértő volt, hogy nem emeltük igazándiból a bentlakáson 4 éven keresztül a térítési díjakat, tehát az ősszel valamennyire fel kellett hozni ahhoz, hogy az étkezés nagyon jelentősen megemelkedett, és akkor volt egy körülbelül 30%-os emelés. Most pedig, ahogy például a bentlakáson, ha megnézik a képviselők, a egy havi fenntartási költsége egy főnek 12 000 forint fölött van, és ez a díj, ez ugye szeptemberben 3750 forint volt, most pedig 4200 forintra emelkedne, ami tulajdonképpen egy 15%-os emelés, és amikor szeptemberre meghatároztuk az akkori térítési díjakat, akkor ugye leginkább csak az étkezési díjak voltak, amik nagyon jelentős mértékben emelkedtek. Ezután jött be a rezsi költség, ami azt jelentette, hogy nekünk körülbelül 300 000 forint volt a fűtésszámlánk, és a téli fűtésszámla az egy havi, az 3 700 000 forintra emelkedett erről. Utána ez jelentősen csökkent, tehát ez több mint 12-szeres emelkedés volt. Most ott tartunk, hogy egy 5-szörös, de az még mindig azt jelenti, hogy kb. 1,5 millió forint a fűtési számlánk a 300 000-rel szemben. Tehát valahogy a bevételeinket muszáj növelni. A környező településeket átnézve még mindig a legalacsonyabbak vagyunk ezzel a megemelendő térítési díjjal is. Azt gondolom ennyit talán még a jelenlegi lakóink, és akik szeretnének bekerülni, ők is be tudnak vállalni. Nyilván itt jövedelemszámítást kell végezni, ha valaki nem tudja fizetni a térítési díjat, és megvannak a megfelelő lehetőségek, hogy aki nem tudja fizetni, hogy nyilván kevesebb lesz a térítési díj. De ez az összeg, ez nagyjából úgy gondolom, hogy a 2023 évi szintnek megfelelő és elfogadható térítési díjmódosítás lenne. Igazándiból ezen a két ponton terveztünk emelkedést. A nappali ellátásban az étkezéseket átszámolva és a mostani számokat figyelembe véve csak egy korrigálás történt egy 5 forinttal, mert így jön ki most az a szám, ami az eddigieknek felel meg, tehát ott azt nem mondanám, hogy egy emelkedés, de a mostani önköltségszámítást figyelembe véve ez a normál ár, tehát 1405 forint, és az étkezéseket takarja, reggeli 10 órai uzsonna. Itt nincs benne se a fürdésnek a költsége, se a szállítás költsége, hanem ez ennyiben úgy gondolom, hogy az ellátást is biztosítjuk, és a gondozottak is fizetnek térítési díjat, tehát ez így elfogadható mind a két félnek.
igazándiból minden alkalom, amikor térítési díj emelkedésre kerül sor vagy számításra, akkor azért figyelembe szoktuk venni azt is, hogy a gondozottaknak mi a jövedelme, és mi az, ami még terhelhető, vagy ami elfogadható a térítési díj emelkedéssel. Úgyhogy én ezt kérem szépen, hogy a testület ezeket a számokat fogadja el. Mert ha már itt vagy, egy gondolatot még beszéljünk, miközben nyilván átgondolják a képviselők a döntésüket, ugye beszéljünk legalább egy-két mondatot arról, hogy ugye be lett adva egy kérvény a nappali ellátási létszámnak az emelésére, erről, hogyha még... Tehát tulajdonképpen két ellátási terület van, ahol eléggé jelentősen emelkedik a létszám, a nappali ellátás ugye reggel jön, a gondozó délután megy haza, vagy hozzuk, vagy család megoldja a bejárást itt azzal, hogy demens ellátottakat is tudunk fogadni, jelentős mértékben megnövekedett az igénybevételi létszám, és a környező településeken is ezt egyre többen fölismerték, vagy megtudták, és egyre több település polgármestere jelezte felénk, hogy szeretnék igénybe venni ezt az ellátást, ezt a szolgáltatást. Mi úgy gondoltuk, hogy körülbelül 10 fővel tudjuk a nappali ellátást bővíteni, most jelen pillanatban 30 főt látunk el, tehát 10 fővel tudnánk bővíteni úgy, hogy a környező településekről nyilván nem a mi járműhünk és nem a mi sofőrünk oldja meg a beszállítást, hanem az adott települések, falubuszai, az ottani lehetőségeket figyelembe véve több település összefogásával lehet ezt a szállítást megoldani, az ellátást pedig természetesen a térítési díjért ugyanúgy igénybe vehetik az ottani gondozottaink. Ebbe több település, akik kerestek és partnerek voltak, megérkeztek a képviselőtestületektől az igénybevételre a testületi határozatok, úgyhogy itt ezt a 10 fős létszámbővítési keretet kérjük, és a bentlakáson is van most lehetőség, ugye itt hosszú évekig ezt nem lehetett megoldani, hogy ott is 10 fővel szeretnénk a férőhelyeket bővíteni. Én ugye itt minden évben, amikor beszélünk az intézményről, elmondom, hogy a legelején 30 fő várakozó volt, aztán 40, aztán nem tudom, és most ott tartunk, hogy 63-an várakoznak arra, hogy bekerülnének, és most tulajdonképpen a 63-ból azt mondom, hogy körülbelül 45 olyan, akit azonnal fel kéne venni, de egyszerűen nem tudjuk megoldani. 10 fővel szeretnénk bővíteni. A létszámokat, a feltételeket figyelembe véve azt mondom, hogy egy fővel kell a dolgozói létszámot bővítenünk. Tulajdonképpen most jelen pillanatban 2 nővér van nappal, 2 éjszaka műszakban, nyilván egy ilyen folyamatos munkarendbe beosztva. Egy olyan nappali segítő kellene még, aki a fürdetéseknél, étkezéseknél, stb. Tehát a nap közbeni ellátásban segítséget tudna nyújtani. Tehát egy fő alkalmazására kellene, hogy sor kerüljön, és ezzel plusz 10 fő ellátását tudnánk vállalni. A helyeket, a négyzetmétereket, a nem tudom, mi centimétereket, azt kiszámoltam az intézménybe, tehát megoldható kényelmesen a jogszabálynak megfelelően az elhelyezés. Egy főre 6 négyzetmétert kell biztosítani, és ezt sikerült úgy megoldani, hogy megfeleljünk a feltételeknek. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon jelentős segítség lenne az intézmény és a város és az igénybevevők életében is. És ez a múltban azért nem volt megoldható ez a bővítés, mert hogy jogszabályba ütközött volna, nem. Vagy a hely miatt? Nem volt, tehát tulajdonképpen, ez, bocsánat, korábban ez úgy volt, hogy tehát befogadható kapacitásokat az állam mindig minden évben megmondta, hogy hány főt fogad be a kapacitások függvényébe. Tehát ő megmondta, hogy mit tudom, bentlakásra van 10 férőhely, országos szinten, házi segítségnyújtásra ennyi férőhely, annyi férőhely. Azokat a szolgáltatásokat, akik pályázati úton nyertek férőhelybővítést, azokat kötelező volt az államnak befogadni, az összes többi valaki pályázhatott, és vagy kapott lehetőséget, vagy nem. Na most bentlakásra nem volt évek óta kiírva ilyen kapacitás. Most ezeket lehelyezték a kormányhivatalokba, tehát tulajdonképpen sokkal egyszerűbb a bővítés lehetősége, úgyhogy ezért most örülünk ennek, hogy ez van, és akkor próbáljuk úgy elintézni, hogy jó legyen, és kényelmes legyen, szakszerű legyen, megfelelő legyen. Úgyhogy ezt úgy gondolom, most meg kell ragadnunk, mert ez egy olyan lehetőség, ami nem biztos, hogy sokáig lesz, vagy mindig lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Másnak kérdése ezért a csomag. Ha nincs, akkor én ezt szavazásra bocsájtanám. Akkor ti viszont akkor láttátok, tehát az, hogy nálam nem volt nyomtatva. Tehát ugye azok a
mondjuk úgy korrekciós áremelések, amit az új anyag tartalmaz, ami kitér elsősorban a szociális étkezésre, a házi segítségnyújtásra és a bentlakásos napi díjra emlésre, az ugye előttetek van. Azzal kapcsolatban kérném a hozzájárulásokat, aki elfogadja ezeket az áremeléseket, és illetve az egyik helyen az étkezésben a korrekciót, azt kérem tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. És ha már itt vagyunk, még egy gondolatot ezzel kapcsolatban. Az utóbbi időben van egyfajta pécsaldi nemzeti sport, hogy hívjuk fel a polgármestert, hogy intézzel azonnal az idős rokonnak az elhelyezését. Én most szeretném elmondani, ezt régebben már túl régen mondtuk el, és tehát ez egy országos feltöltésű intézmény. Ez azt jelenti, hogy akár a pécsváradi, akár egy zalaegerszegi, akár egy debreceni beteg, ha és amennyiben megfelel a kritériumoknak és eléri az orvosok által meghatározott pontszámot, amit itt most olyan értelemben kell venni, hogy ugye az orvosok minősítenek betegeket az állapotuk súlyossága miatt, és ezekből alakul ki egy úgynevezett sorrend. Tehát itt most a Márta, örülök, hogy elmondta, hogy itt 60 fő fölötti várakozó lista van. Ebbe a bentlakásos intézménybe való bekerülésnek az első feltétele, hogy el kell menni az intézménybe, az intézmény vezetőtől, vagy éppen aki ott erre jogosult, felveszi ezeket a kitöltésre szánt dokumentumokat, ezeket utána vissza kell hozni, ehhez megfelelő orvosi igazolás, stb. Így kerül be a várólistára. De ez nem azt jelenti, hogy holnap után be is kerülhet ugye erre a nappali bentlakásos ellátásra, mert lehet, hogy van nála súlyosabb beteg. És itt a demencia, meg egyéb dolgok, ezek ugye előnyt élveznek, család, ez elég rondán hangzik, de tényleg, és nyilvánvaló, ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy azok a családok, ahol egy olyan idős emberrel van kapcsolat, ahol akivel tulajdonképpen semmilyen kommunikáció nincs már, nem tud mozogni, abszolút nem önellátó, ezeket kell, ha természetesen vagy a család, vagy ha olyan állapotban van, akkor a család és az ellátót is kéri, akkor tudjuk ugye fölvenni. De még egyszer mondom, ilyen kereséssel én hagyhárítsam át, hogy Pej Márta intézmény vezető asszony, keressék. Jó, mert én sem vagyok annyira napi szinten tájékozott, nem is kell, hogy legyek, mint ő, és ő el fogja mondani, hogy milyennek a feltétele, hogy egyáltalán a folyamat elinduljon, és esetleg tud olyan információt mondani, hogy adott pillanatban mi várható, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, de ezek nagyon nehéz dolgok. Tehát az, hogy ma jövünk és holnap az idős embert, idős rokont helyezzük el, ez főleg, hogy véglegesen, és az nagyon nehéz. Sokszor volt egyébként, hogy a Mártáik segítettek egy kórházból visszatérő felgyógyulása végéig, vagy egy bizonyos szakaszáig, hogy segítettek az itteni ápolók, és befogadtunk ilyen beteget, de hát ez ugye nem rendszer. Ez tényleg arról van szó, hogy ez egy házi segítségnyújtásnak megfelelő kategória, csak annál sokkal nagyobb feladatot jelent. Úgyhogy én azt kérném, arra kérnék mindenkit, hogy én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel, de ezt a témát, ezt hagyhárítsam át az intézmény vezetőjére, mert ez az ő dolga, és az ő felelőssége, és az ő hatásköre, hogy ebbe mit dönt és hogy dönt, és az információk pedig ott vannak, meg nem nálam. Jó? Bocsánat, ezt el kellett mondani, mert... Nekem, bocsánat, itt felmerült ez a kérdés bennem, hogy jelenleg a várólistán, hogy milyen az arány a helyiek, illetve akik mondjuk az ország más részéből jelentkeznek ide hozzátok? Nagyjából olyan 50%, nem hogy az ország más részéről, tehát az a legritkább azért, amikor a Nyíregyházáról, de Zalaegerszegről már volt kérelmezőnk, tehát nyilván, hogyha ő a lakott helyhez közelebb fog találni otthont, akkor oda fog költözni, próbálkoznak az emberek nyilván több helyre beadni, és ahol sikerül oda, de inkább Pécsvárad és környéke az, ami jelentős, tehát Pécsről is elég sok megkeresés van, ott is ugye nagyon tele vannak az otthonok, de a Pécsvárad és a környező települések az, akik leginkább a kérelmezők között vannak, tehát ha így mondom, hogy Pécsvárad és környéke, akkor azt mondom, hogy 80%. Értem, köszönöm. És az fontos elmondani egyébként, most itt a Márta, egy szembe dicsérjük, hogy nagyon jó neve van az itteni intézménynek. Tehát a dolgozói gárda, az a vezetőség, az egésznek a hozzáállása, nekem ez jön vissza, hogy bizony nem minden intézményben így állnak a betegekhez, mint ahogy itt nálunk. Jó.
bocsánat akkor, hogy ez kimondott, köszönöm, hogy szóltál, Nél. Az egyebekbe akkor, nem tudom, hölgyek közül parancsoljatok. Most az előbb átengedtek. Okay. Én igazából csak egy-két apróságot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy valamilyen oknál van az SMS-t, valamit kerestem benne, és abban még az van, hogy az önkormányzat épületében van a testületi. Nem tudom, erről kell leszavazni, vagy sem. Meg ugye átértünk most a 17 órai kezdésre, ott az van, hogy 16 óra. Ezek ilyen apróság, csak véletlen, amúgy nem tűnt volna fel, csak így véletlen. Nem tudom, hogy ez is ugye alapvetően önkormányzati tulajdonú épület, de nyilván nem a város az a... Nagy jelentőség szerintem sincs. Hát különösebben nincs. Át lehet írni szerintem. De... Szimbolikus. Volt egyszer, amikor egy hosszabb időre is itt voltak a testtetősek, akkor szerintem ez volt benne. Uh-huh. Hogy ott, aztán visszakerültek. Aztán megint ide kerültek. Jó. De majd lekövetjük. Jó. Akkor a másik, amit szintén már említettem, Gergő veszem olyan el, hogy akkor beszéljünk róla, mikor lesz az áprilisi testületi ülés majd. Illetve itt Pétivel közben így ilyen félszavakkal egyeztettünk, ugye minden évben szoktunk tojást feldíszíteni a Szentháromság téren, és végül is arra jutottunk, hogy most szerdán, mivel az úgyis munkaszüneti nap, akkor így kihirdetnék ezt az úgynevezett közösségi tojásfadíszítést, de hát ugye természetesen utána is bárki bármikor hozhat rá díszt, csak ugye akkor lesz a keretekbe fogott készítés. Ennyi, köszönöm. Bocsánat, én akkor, ha megengeditek, de természetesen mondjátok a véleményt, én javasolnám az április 17-et, mert most nyilván egy nappal később kedre ne tegyük, mert lehet, hogy valaki ott összehoz valamilyen programot. Ha április 17-e ugyanígy 17 órakor megfelel, akkor... Az a fal, hogy hozaérünk elvileg amikor. Nem, én aznap elvileg hazaérek addig. Bízok benne, hogyha nem késik a gépünk, akkor hazaérünk. Jó. Én ott egész héten Budapesten vagyok egy képzésen. Akkor? Most az a helyzet, hogy csütörtökre nem tenném, mert oda is lehet, hogy valaki betesz egy programot, hiszen utána már ugye nagy péntek, összekapcsolják esetleg, vagy szabit vesznek ki. És az egész hét? Szerintem akkor te fogunk találni olyat, ami mindannyian itt leszünk, mert akkor várjuk meg, hogy milyen aktuális dolgok jönnek össze. És annak függvényében akkor biztos, hogy nem lesz 17-e, és nem lesz nyilván 10-e, húsvét napja, hanem akkor mondjuk azt, hogy valamikor a 24-i hétre teszünk javaslatot, de ez csak annak függvényében, hogy kiküldjük, hogy milyen napi rendi pontok vannak, ami halaszthatatlan. De ugye hamarosan majd az elszámadás témát is lehet. Igazából lehet, hogy akkor az ember elhúzza inkább a következőre, és akkor egyben megtartani, de majd meglátjuk akkor ezt. Hogyha viszont bejön valami olyan fontos, akkor úgy... Este hétre gondolunk. Jó, az a hét az jó. Jó, akkor jelezni fogjuk, jó? Köszönöm. Én a legutóbbi lakossági fórummal kapcsolatban szeretnék egy felvetést tenni, beszéljük meg. Szóértál az elejét kívülről, mert felett létszámban voltunk jelen, én is nagyjából ugye vége fele el kellett, hogy menjek, aktuálisan jött probléma miatt. Nem tudom, hogy mit gondoltok róla, hogy ott kellene lennünk, hogyan kéne ott lennünk, ha nem vagyunk, akkor ezt hogy jelezzük, tehát kritika ért bennünket, én úgy gondolom, hogy akkor erről beszéljünk. Hát én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nekem ugye a Zoli jelezte, hogy ő nem tudott, illetve hogy valószínűleg nem ér, jól mondom, nem ér vissza. Más nekem nem szólt, nyilván nem is kell erről szólni, mert mindenki ezt magára nézze, vagy kötelezőnek, vagy elvártnak. Biztos, hogy egy kicsit, ha ezt tudtuk volna, legalább a berendezést máshogy csináljuk meg, mert igazándiból amiatt mutattunk nagyon hülyén, már bocsánat, hogy így mondom, és elnézést a tévénézőktől, de igen, hozzám is érkezett egy ilyen több felvetés is, az egyik a pont a nyilvános tévével kapcsolatban, hogy ez csak megjegyzés, hogy szerintük azért nem jönnek el többen, mert hogy van egy kényelmi szolgáltatás, és miért jönnének el. Jött egy olyan megjegyzés is, hogy tulajdonképpen érdektelenségbe fullad ez. Ugye nekünk kötelező tartani ilyen
lakossági fórumokat, közmeghallgatást, de most írásba jött 6-8 kérdés, de például a helyszínen egyetlen kérdés sem érkezett se a testülethez, se a városvezetőhez, se a polgármesterhez, senkihez. Úgyhogy ezeket szépen megválaszoltuk, és akkor körülbelül ennyi volt. Nyilván az ilyet, én azt javaslom, hogy ha valaki biztosan tudja, hogy nem tud eljönni, akkor ezt valamilyen szinten jelezzük, mert ennek nincs annyira jó üzenete. Azt tudni kell, hogy ilyen program évente egyszer vagy maximum kétszer van, mert ugye annyiszor kötelező közmeghallgatást tartani. És itt azért volt rá példa, ti is tudjátok, hogy esetleg képviselőnek is jött egy kérdés, vagy olyan kérdés, amire egy képviselő tudott válaszolni. Ez az én privát véleményem. Azt nem mondom, hogy mindenki mindenhol ott tud lenni, mert se példából tudom, hogy egyszerűen már tényleg nem ér oda az ember. És elnézést is telefonon keresztül, hogyha valahol nem vagyunk ott, de egyszerűen a programok száma, a rendezvények, a különböző meghívások, ezek iszonyatos leterhelést jelentenek, tehát nincsen, én nem is tudom, mikor volt egy igazi szabad hétvégén, mert most bocsánat, vagy egy koszorúzás, vagy egy ilyen tanácskozás, olyan megbeszélés, tehát ezek nyilván közben jöhetnek, de erről jó lenne tudni előre. Én ezt csak javaslom, mert még egyszer mondom, nekem ahhoz most alapvetően olyan közöm nincs, hogy most kijön erre a fórumra. Én úgy gondolom, hogy de javítsatok ki, hogy én időben elküldtem ezeket a meghívókat. Tehát mindenkinek volt azért közel 3 hete, hogy átgondolja. Én mondom még egyszer, tehát én az Olival tudok egyedül elszámolni, bocsánat, így mondom, mert ő szólt nekem. Én ott előtte való önkormányzati ülés végén, mikor említetted, én akkor jeleztem itt, hogy én nem fogok tudni részt venni rajta. Remélem jelezt. Kiment a fejembe. Jó, majd legközelebb odafigyelek erre. Akkor egyezünk meg abban, hogy legyünk ott, hogyha tudunk, és ha nem tudunk ott lenni, akkor azt azért jelezzük, hogy a polgármester úr tudjon bennünket kimenteni, hogyha kell, vagy egyáltalán ő a főnök, hát ő az első, az egyenlő között, tehát jó, ez nem testületi ülés, tehát alapvetően ez tényleg az, hogy a lakosság most az emberbe beletette a bizalmat, legyünk ott. Én csak azt mondom, ennek akkor van kellemetlen része, ami most nem volt, hogyha valakihez jött volna egy kérdés, de ilyen nem volt. Tehát azok a kérdések, azok egy az egybe hozzám jöttek, tehát ilyen városi dolgokkal kapcsolatos. Hozzáteszem egyébként, hogy semmi komoly. Sok esetben egyébként magában a kérdés magába hordozta az ismeretek hiányát, tehát olyan kérdés volt, amit könnyű volt megválaszolni, mert vagy helyismeret nem volt, vagy tulajdoni viszonyról nem volt nyilván információjuk. Úgyhogy erről ennyit. Én jó ötletnek tartom, mert akkor úgy, ahogy a Lia is amikor elment, akkor nyilván az ember egy mondattal ezt megemlíti, és az akkor ennyi. Tehát én is úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy minden ilyen hogy akár testületi, akár közmeghallgatáson ott tudtok lenni, vagy ott tudunk lenni. Úgyhogy én szerencsés helyzetben vagyok, mert én eleve úgy rakom ki a programot, ugye nekem mindenképp ott kell lenni, de jó. Hát helyzeti előnyben vagy. Jaj, igen. De hát nem jött vissza senkitől, hogy módosítsak az időpontot, mert volt már erre példa, akkor átírjuk. Akár most nem akartok húsvét hétfőn, amit nem értek. Testületi ülést. Én nem ott hanem lesz egy-két locsolás, mondom tojást, és... Ja. Én pedig nem mindenki ráér, nem? Nem munkanap. Én nem. De te ne? Ma az napot azok el, úgyhogy... Szintén várod a locsolókat. Jó, oké. Más? Nem, köszönöm. Parancsolj. Én, amit említettem neked délelőtt, ugye az testülettől szeretnék kérni egy hozzájáruló nyilatkozatot, illetve hozzájárulásotokat egy pályázathoz, amit az Ifjúsági Klub és a Régi Könyvtár udvarának a felújítására adnánk be. Ezt az Egyesülettel, a FIRE-vel adnánk be az Erasmus Plus programba. A projekt 3 fő részből állna, egy ifjúságkutatást, egy közösségi tervezést és egy közösségi tér építést tartalmaz. A közösségi tervezésbe az Ifjúsági Klubba járó fiatalok, a zeneiskolából ott megforduló fiatalok, akik használják azt a belső teret, illetve az önkormányzatot és a közösséget is szeretnék majd minél szélesebb körbe bevonni, és azok, akik ebben részt vesznek, azokkal közösen megépíteni majd ezt a teret. Ez egy elég nagy nemzetközi projekt, egy horvát és egy szlovén partnerrel közösen valósítanánk meg.
egymás után mind a három településen, ők jönnének hozzánk ezt a példát ellesni, és akkor utána Batinán, illetve Szlovéniában, Dobronakon is ugyanezt a folyamatot adaptálnánk és segítenénk megvalósítani. Ezt a közösségi tervezést itt a közelben, hogyha jártatok Martonfán, Szászváron vagy Magyaregregyen, jó példák, az utóbbi 2-3 évben mindezen a három településen valósult meg ugyanez a folyamat, és ugyanazzal a szervező csapattal valósítanánk meg, akik ott ebben a vezető trénere, illetve az építészmérnök volt ezekben a folyamatokban. És miután ez ugye egy önkormányzati terület, ezért a pályázathoz ez jól mutat, hogy már a beadásához csatolunk egy hozzájáruló nyilatkozatot, hogy a testület ebbe beleegyezik és támogatja, amennyiben nyer. Bocsánat, amikor beszéltünk róla, én akkor is mondtam, hogy szerintem ennek nincs akadálya, viszont ugye ezt a hozzájárulást ezt feltételesen tudjuk megadni. Ez pedig azért van, mert műemlék, és nyilván az örökségi védelemnek a hozzájárulása kell. Ha és amennyiben ők ezt megadják, akkor nyilván nincs akadálya. Ez a... természetes, tehát hogy a tervezési folyamatban ők is belennének vonva, hogy ne csináljunk fölösleges munkát magunknak. Én úgy gondolom, hogy az udvarra valamilyen szinten rá is fér. Gondolom én, most nem tudom. Elvileg nem kell a pályázathoz, de nyilván az jól mutat most, hogyha látja az elbíráló, hogy mind a három településen a helyi önkormányzat támogatja ezt a szomszédos megbeszéltet. Odaraktuk egy játékot, és nem lehet átvenni. Nincs belőle probléma, meg tudjuk úgy csinálni, hogy ő is át tudjon járni. Jó. Én úgy gondolom, hogy erről azért hozzunk egy döntést, még ha ez nem is kell feltétlenül. Nem, te pályázat beadásához nem kell, de úgy gondoljuk, hogy ez jól mutat, és egy plusz jelent. Majd egy ez egy pár mondatot, azt írd meg, és akkor ezt én, hogyha a képviselőtestület fölhatalmaz, akkor én ezt aláírom, és akkor ez mehet. Jó? Megérném a képviselőket, és szavazunk-e, vagy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy szándéknyilatkozatot adunk a Firének ehhez a pályázathoz. Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm. Más egyebekben? Nekem lenne még. Elég sokan kerestek meg az utóbbi időszakba azzal a kérdéssel, hogy ugye a hírmondóban, a rendezvénynaptárban szerepel a pécsvadi borverseny, ugye, ami a Szentgyörgynapi Bor és Pálinka verseny néven futott az elmúlt jó néhány évben. Igazából annyi információt tudnék adni az érdeklődőknek, illetve az érintetteknek, hogy igen, szervezés alatt van a dolog, lesz Pécsváradon borverseny, illetve lesz Pálinka verseny is. Jelenleg még kicsit az elején vagyunk a tervezésnek, annyit már biztosan el tudok mondani erről az egész rendezvényről, hogy az eredményeknek a kihirdetése az április 21-én, én azt hiszem, hogy ez egy pénteki nap lesz. Előtte való 19-ai, illetve 20-ai napokon lesz a bor, illetve a pálinka bírálat. És amit már most elmondanék a kedves érdeklődőknek, gazdáknak, pálinka termelőknek, bortermelőknek, hogy nagyjából én azt hiszem, hogy 14-ére, április 14-ére péntekre tervezzük azt a napot, amikor a mintákat le kell adni. Erre nagy valószínűséggel ugyanúgy, mint az előző években a vár fog helyt adni, illetve az egész rendezvénynek. Az előző évekhez, illetve az előző néhány évhez képest némi eltérés lesz. Kicsit a záró rendezvény át lesz alakítva. Bál nagy valószínűséggel nem lesz. Ami tervezve van, az azoknak a résztvevőknek, akik díjazva lesznek, illetve akiket érdekli ez az egész témakör, nekik van tervezve egy ilyen, hát egy úgynevezett borvacsora, vagy egy ahhoz hasonló rendezvény az eredményhirdetést követően. Úgyhogy nagyjából előjáróban ennyi információt szerettem volna elmondani, illetve figyeljék majd a városi felületeket, biztos, hogy Facebookon, a város honlapján publikálva lesz majd a plakát a konkrét információkkal az elkövetkezendő néhány napban. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak ezzel kapcsolatban elmondani. Én ezt hagyj fűzzek egy gondolatot, ugye, amikor én köszönöm szépen a Krisztiánnak, hogy ezt jelezte, ugye
Azért mondjuk meg, mielőtt jelezted, azért ebben nem történtek nagyon lépések, és mikor megkeresett engem, én felhatalmaztam azzal, hogy ezt a dolgot vegye át. Ő benn is volt egyébként valamilyen szinten mindkét oldalról, tehát bírálói oldalról, akár mintaleadó oldalról is, és felhatalmaztam arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Borbarátival. Én most ebben nem mennék bele de a részletekbe, de az a lényeg, hogy ez is megtörtént. Az látszik, hogy az önkormányzatra egy kicsit több feladat hárul az idén, és ennek a koordinálását bíztam a Krisztiánra, úgyhogy azért is szólalt ő meg ebbe a dologba. Én úgy gondolom, hogy ez jó kézben lesz, és hát én bízok benne, hogy egy kicsit időben jobban fogunk mozogni, mint az elmúlt évben. Tehát ugye itt a mintaadóknak volt egy olyan megjegyzésük, hogy túl kevés idő volt a minta leadására, és én ezt kértem is a Krisztiántól, minél hamarabb ezeken a felületeken, ha konkrétat tudunk, ezeket, amit most szóba is elmondott, ezeket az információkat, ezeket jelenítsük meg, és tájékoztassuk a termelőket, mert szerintem a tavalyi alacsonyabb mintaszám az abból adódott, legalábbis nekem többen azt mondták, hogy egyszerűen nem volt idő elkészíteni a mintákat. Igen, most nagyjából egy hónappal vagyunk a mintaleadásnak a határideje előtt, én úgy gondolom, hogy ez azért elegendő idő, meg hogyha ez kellőképpen látható lesz több városi felületen, én úgy gondolom, hogy azért annak, aki szeretne mintát leadni, biztos nem fogja elkerülni a figyelmét. Illetve, hogyha bárkinek bármilyen kérdése a rendezvénnyel, illetve a mintaleadással vagy a bírálattal kapcsolatban van, nyugodtan keressenek meg engem, bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok, akár e-mailen, akár telefonon nyugodtan keressenek, és akkor amit tudok, azt megválaszolok. Köszönjük szépen. Egyebekben másnak? Nekem lenne akkor még. Először most, ami így a testületi ülés alatt felmerült bennem kérdés, és ez elsősorban jegyző úrhoz tenném fel, tehát hogyha állandó meghívottja vagyok a testületi ülésnek, attól függetlenül a testület a határozandó anyagokat nem köteles számomra megküldeni. Ezt jól értelmezem? Testületről szoktam megkapni az anyagot, igen. Jó, rendben. És benne van a kapcsolatban egyébként, és ez vonatkozik akár még a nemzetiségi önkormányzatok elnökeire is, hogy a meghívottak, a tanácskozásra meghívottak az adott szervezetet képviselő ügyekben szólhatnak hozzá a témákhoz. Tehát értelemszerűen mondjuk még egy nemzetiségi önkormányzat vezetése szól vele mondjuk, vagy véleményez az önkormányzat költségvetését. Igen, ez így világos, csak hogy ugye az ifjúsági önkormányzat az egyik létezésének az alapja az az, hogy a fiatalokat bevonjuk a közösségi életbe és a közéleti dolgokba. Azért gondoltam én azt, hogy ezzel együtt ezek az anyagok is megküldésre kerülhetnek számunkra, hogy belelássunk. Lehet, nyilván ezeket a formai dolgokat, amit jegyző úr is mondott, nyilván ezeket be kell tartani. És nagyon fontos, és most nem csak neked mondom, mert volt itt már más is, ugye a képviselő testületi ülésnek a lebonyolításának ugye van egy rendje. Vannak meghívottak, intézményvezetők, akár civil szervezetek, meg alapvetően nyílt, tehát ide a hely határaig bárki beülhet. Az, hogy ki szólalhat meg, az mindig azon múlik, hogy a polgármester kinek ad szót. Ez nagyon fontos. Nyilvánvaló, amiről már beszéltünk, hogy itt a szavazásoknál szavazati joggal senki nem rendelkezik, az asztalnál csak ez a 7 ember. És nyilvánvaló, hogy ezekben a dolgokban meg én úgy gondolom, hogy diplomatikusan kell eljárni, és esetlegesen én azt is javasolnám, hogy ahol van bizottsági ülés, aminek egy sokkal lazább, kötetlenebb a szerkezete, javaslom, hogy ezeket a témákat nem minden esetben tartunk bizottsági ülés, de hogy ott, ha a bizottság elnöke szintúgy meghív benneteket, akkor ott ez sokkal egyszerűbb ezeket megbeszélni. Nyilván a döntés, a végleges döntés nem születik, hanem ajánlás, de az ajánlás során meg lehet fogalmazni akár a PIFÖ-nek a véleményét. Ez az én véleményem. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Második a gyereknap, hogyha már a levelemet, illetve a levél stílusát kritika érte, akkor engedjék meg, hogy felolvassam ezt. Tisztelt testület, a múlt hét folyamán elkezdtük tervezni a gyereknapi programokat, azonban tudom kéne, hogy mekkora összegből gazdálkodhatunk. Kérem, legyenek szívesek számomra megküldeni a tavalyi és a 2021-es, zárójelben nem használtuk fel, saját pályázati forrásból valósult meg,
adventen összegyűjt összegeket. Valamint, ha emlékezetem nem csak a 2019-es évből is maradt egy minimális összeg, így azt is. Nem tudom, hogy ebben milyen sértő vagy bármilyen megnyilvánulás van, ezt mindenki döntse el maga. Közben még egy dolgot megnéztem a gyereknappal kapcsolatban. A 2020-as adventen, ha jól láttam, akkor nagyjából 63 ezer forint összegnek kellett maradnia. Tehát amit 2021-ben tartottunk gyereknapot, abból elvileg annyinak kellett maradnia. Illetve még egy dolog, tavalyi évben a gyereknap után volt még a Berkest Fishing csapata, amit felajánlott a gyereknapra, azt nekem adtad át borítékba, az nálunk van, tehát azzal lehet még kiegészíteni. Most nem néztem meg, de ugyanúgy van a borítékban, jól emlékszem, akkor 60 ezer forint volt. Abban én azt ki sem nyitottam, ha jól emlékszem, tehát én azt adottam nektek. Úgyhogy azzal még tudunk gazdálkodni, illetve még egy dolog. Nekem mivel társadalmilag önkéntesen végzem, arra nem lesz kapacitásom, hogy én ennek a gyereknapnak a programjára árajánlatokat, mindenféle egyéb dolgot készítsek és kérjek. Úgyhogy ebbe szeretném kérni az önkormányzat segítségét, illetve a két úriember segít neked az önkormányzati apparátus segítségét, hogy ezeket gyűjtsük össze, és akkor ez alapján tudjuk összeállítani a pontos költségtervet, illetve a programtervet. Én úgy tudom, hogy igen, bocsáss meg, mert hogy szabadba válok, hogy PT-ek már bizonyos árakat kértek itt ilyen szórakoztató részen, gondolok itt ilyen légváros, nem tudom, majd hallottam, hogy olyan árak érkeztek már, vagy ha nem, rosszul tudom? Hát ez nem az a városnappal kapcsolatban. Jó, hát de az adaptál az a légvárat az utóbbi években amúgy azért engedtük el, mert rettentő magas költségek vannak, és tehát ebből az összegből lényegében akkor elég már elvinni az egészet, úgyhogy nem nagyon van értelme bármit is szervezni rá. Abban egy minőségi fellépő. Hát vagy kettő. Én még egyszer mondom, tehát én ebben nem is akarok beleszólni. Az egyetlen egy kérésem van, hogy azt vegyük figyelembe a gyereknapnál, hogy a gyerek szó az egy viszonylag tág életkort feltételez, hogy mindenkinek legyen valami élvezhető, de ez régen is cél volt mindig, úgyhogy ha oké, hogy nincs légvár, csak akkor ugye arra gondolkodjunk, hogy egy 4 éves, 5 éves gyereknek, ha oda visznek, akkor valami attrakció legyen neki is nyilván. Jó? Tehát ezt találjuk. Elég részletes és összetett tervezetünk van már, amit szeretnénk, ezt holnap el is juttatom mindkettőtöknek. Szerintem színes tud lenni az idei gyereknap. És akkor még egy kérdésem lenne, ez pedig polgármester úrhoz. Nem tudom mikor, pár héttel ezelőtt voltam faügyben önnél, hogy el fog fogyni a fánk, és akkor kaptunk egy ígéretet arra, hogy lesz, azonban még mindig nincsen, és most már ott tartunk, hogy otthonról hoztunk fát, hogy fűtsük a helyet. Fa rendelkezésre, hát keresd meg a Gungli Pétert, én szóltam. Megkerestem, de nem történt semmilyen előrelépés. Holnap keresd meg, is lesz, jó? Ott van a fa, egyébként össze is van vágva. Még szeretném megköszönni a Kressz és Fiedler Kft-nek azt, hogy a mai napon raklapot hoztak nekünk, amivel tudjuk fűteni az épületet. Jó. Más? Akkor nekem pár információm lenne. Az egyik, hogy a költségvetésben beszélgettünk arról a bizonyos bértámogatásról. Az a mai nap folyamán megjelent a felületeken, ez 48 millió forint támogatás érkezett az önkormányzathoz, illetve fog érkezni nyilván, tehát ez már jóvá van hagyva. Líderrel kapcsolatban itt a... Mennyi volt betervezve? Szerintem 49 és 48. Nem, 49 volt betervezve, és 48 jött. Ez körülbelül jó is egyébként, ebben nincs gond. Nem tudom, hogy benneteket, Péti, kerestek-e a Líder több olyból. Majd keresni fognak, vagy az is lehet, hogy hát, hogy a tisztermet kérték el. Az a lényeg, hogy minden vállalkozónak szeretném javasolni, hogy meg is meg lesz hirdetve, és én még lehet, hogy élőben is bejelentkezek, mert nem szeretnénk abba a hibába esni, mint egy szomszédos településen, ahol a Líder pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón egyetlen egy ember se vett részt. Tehát ugye nagyon sokan, Zoli szerintem tudja, hogy panaszkodnak, hogy hát nem is tudott a Líderről, stb. Én most ezt meg szeretnénk előzni,
és lesz egy általános tájékoztató a következő líderes pályázati időszakról, illetve ami nagyon fontos, hogy a vezetőséggel együtt úgy döntöttünk, hogy kaptunk vissza pénzt, amit elvontak, most visszaadták. Ez azt jelenti, hogy kb. 80 millió forintnyi összeg rendelkezésre áll még az előző időszakból, és ez az egész összeget vállalkozói pályázatokra tettük rá. Erről is tájékoztatást fognak adni a lídernek a munkacsoportjából, és én mindenkit arra kérnék, főleg elsősorban, hogy ezek kis vállalkozókat érintenek, hogy jöjjenek el, hallgassák meg. Én azt látom, hogy működik bolyba. Tehát minden 10 pályázóból 9 az boly és környéke, és talán egy, ha van pécsváradi. Tehát az egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány pécsváradi vállalkozó nyert ilyen pályázatot, és nem azért, mert elrontotta a pályázatot, nem adták be. Nem volt róluk tudomás. Most ezt megelőzzük, itt Pécsváron lesz egy tájékoztató, még egyszer mondom, ezt hirdetni fogjuk, jöjjenek el fogják mondani. Ezeknek a pályázatoknak egy óriási előnye, hogy maga a pályázatnak a döntése az saját kezünkben van. Nyilván a formai és egyéb megfelelőséget ellenőrzik, de ott egy kisebb grénum dönt arról, hogy kik jogosultak erre. És ebben én magam is döntő ember vagyok, de nem csak én vagyok Pécsváradról, és ez sokkal egyszerűbb így, mert látjuk, hogy ki, aki pályáz, az egy valós pályázó, érdemes, van jövője, stb. És nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy bárkit elutasítottunk, aki formailag, tartalmilag megfelelt. De nincs Pécsvárad környékéről jelentkező. És ugye, amikor én bekerültem ebbe a rendszerbe, én mondtam, hogy annak biztos vége, hogy boly mindent elvisz. Aztán lassan vissza kellett ebből lépkednem, mert azért viszel boly ennyi pénzt ebből a pályázati keretből, mert ott a vállalkozók ezt már rutinosan csinálják. Tehát egy szobafestő megveszi, ugye 50-60%-os támogatásnál úgyis meg kell venni egy tapétázó állványt, vagy egy asztalt, akkor persze, hogy megveszi. Hát így is úgy is kell, akkor legalább visszakapja 50-60%-át. A méhészek, stb. Tehát még egyszer mondom, nem hatalmas cégekről van szó. Egyéni vállalkozók, kisvállalkozók, őstermelők, azok, akik tényleg beletartoznak ebbe a kategóriába, és ez a jó tudom, ez 6 millió forint körüli összeg volt utoljára. Ez nem egy rossz történet, ezt el lehet nyerni, úgyhogy én ezt javasolnám mindenféleképpen, és legvégül... Bocsánat, itt a lídernél, civil szervezeteknél is várható, hogy lesz kiírva pályázat? Lesz. Annyi, hogy ugye annyi változás az előző líder programhoz kapcsolódva, vagy eltérően, hogy kevesebb lesz, tehát a hatóság részéről érkezett egy olyan üzenet, hogy kevesebb kategória legyen, de a civilek benne lesznek, igen. Ezt egyébként kérdeztük is, mert pont egyébként a PIFÖ-vel kapcsolatban ezek a közösségi terekbe, ott újfent lehetne egy kicsit futni. És az nyilván az simán be fog, ha normálisan megírjátok, hogy ki lesz töltve, nyilván ebbe a Zolival beszéljetek, ők megírják ezt. Az fontos egyébként, hogy normálisan legyen megírva, mert ugye a tavalyi évben Zoli a tanulja, hogy pont Pécsváradról került be két olyan pályázat, ami katasztrofális szintű volt. És azt simán el kellett volna utasítani, és onnan visszahoztuk, hogy legyen lehetőség ugye még egyszer beadni, és akkor se sikerült az egyik. Tehát ez nem olyan pályázat, az ilyenfajta pályázat, egy országos pályázatnál az első körben elzavarják az embert. Mi megtettünk mindent, felhívtuk a figyelmet, hogy mik voltak a hibák, mit nem adott be, hiánypótlásról lecsúszott, stb. Ezt újból megforgattuk, és akkor se tudták beadni. És így mondjuk, direkt nem akarom mondani, olyan pécsvári civil szervezet esett el pénztől, hogy még emlékszem, a Kakassanyi volt ott, aki azt mondta, hogy adjunk nekik még egy lehetőséget, mert szociális vonalon vannak, és tényleg a közösségért dolgoznak, élnek, de rossz pályázatírót választanak, és ebben az esetben hiába jó a szándék, hiába jó az akarat, ha nem írod meg a pályázatot, és tényleg ez egy ilyen idegesítő dolog volt, hogy ezek után se történt, tehát ez fontos lenne, hogy ebben a líderből merítsen a pécsváradi vállalkozói vagy civil csapat.
Önkormányzati az nem tudom, hogy lesz-e, ugye mi általában ilyen 1 millióig szoktunk pályázni, egy rendezvény maximum. Nem feltétlen a Lidernek az a célja, hogy az önkormányzatokat, inkább a civil szervezet és a vállalkozóknak a támogatására van inkább ez az egész. De ez mind csak jövőre. Jövőre, igen. Hát kivéve ez a maradék összeg, ez kb. 80 milliónyi pályázatot be lehet adni, hozzáteszem, már vannak benne pályázatok. De ezek akkor inkább most csak vállalkozóknak. Ez csak. A többi az már lezárva van, ez egy keret van nyitva, emiatt, hogy elvontak 30 milliót, és visszaadták ezt a 30 milliót. Jó, és akkor egy utolsó a temetővel kapcsolatban, ugye azt mindenki tudja, hogy a temető pályázaton ugye mind a három tulajdonos nyert, az önkormányzat, a katolikus egyház, a református egyház. Hamarosan elkezdődnek a munkálatok. Volt meghirdetve egy adománygyűjtés annó, ezen egyébként egy elég jelentős összeg jelenleg is található, viszont többen jelezték felé már akkor, hogy ők akkor szeretnének ebben nagyobb összeget még beletenni, amikor elindul ez az egész beruházás. Én szeretnék minden pécsváradit megkérni, aki teheti, mert szinte mindenkinek van hozzátartozója abba a temetőbe, hogy bármilyen kis összeggel újból fel fogjuk írni a honlapokra mindenfajta önkormányzati elérhetőségek vonalára, hogy milyen számla számra lehet összeget befizetni. Itt nem százrekről van szó, pár ezer forintokból, de így szebbé tudjuk tenni ezt az egészetet. Megmondom őszintén, nem csak a pályázat által érintett kerítésszakaszokat, hanem az egyebeket is, tehát teljesen szeretnénk bezárni, normális kaput csinálni, az egészet úgy rendbe tenni egyszer és mindenkorra. Én úgy gondolom, hogy maga a tervek azok rendben vannak, azok mind a két egyház elfogadta, meg nyilván az önkormányzat is, saját városüzemeltetési Kft. Által lesz megvalósítva, hogy minél jobban beleférjünk az árakba, és az esetleges egyedi igényeket is ki tudjuk elégíteni nyilván, mert ott biztos lesznek gondolkod hátul a református egyháznak a temetői szakaszának a bejáratára. Úgyhogy ha tehetitek, akkor támogassátok egy kis összeggel ezt a gyűjtést. Ennek várható, amikor lesz a kivitelezése? Hát jövő hónapba kezdjük. Tehát most le lettek rendelve az első alkatrészek. Ugye ez egy 3D-s kerítés, előre szerelt rendszer lesz. Plusz a református résznél van egy tervezett kőfal. Tavaly mi belekezdtünk a nyomvonalak a kitakarításába, annak a nagy része kész van, tehát munkaterületünk már van, az előlegszámlák kimentek az egyházaknak, tehát ezek a pénzek megérkeznek, vagy megérkeztek, ezekből meglettek a kerítések nyilván rendelve. Hát a munka az ugye nem kell ahhoz nagy pénz egyelőre, mert saját magunk csináljuk, saját gépeinkkel, úgyhogy ennyi kb. Bízunk benne, hogy megoldódik halottak napjára, minden szentekre ez a szokásos anomália, a koszorúknak a rongálása a vadak által. Július 30-es. Hivatalos. Ha más, nézek az intézményvezetőkre, ha más nincs, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét és a közreműködését, és mindenkinek, tévénézőknek is nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Köszönöm szépen!